Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a 2023. május felé. Soron következő testületülésünkön megjelenteket, köszöntöm képviselőtestületét és a munkatársainkat, megjelent intézményvezetőket és mindenki más, aki segíti munkánkat. Az előbb látható volt a jelenlétív egyeztetése történt. Ferencik György képviselőtársunk jelezte most telefonon, hogy sajnos mégsem tud részt venni, eddig is kérdéses volt a lehetséges részvétele, nem tud részt venni munkahelyi elfoglaltságok miatt a testületülésünkön. Így 11-en vagyunk jelen, megállapítom, ülésünk határozat képes. Javaslót teszek a mai tárgyalásunk napi rendjeire. Az elmúlt napokban, keddi napon bizottsági üléseink kerültek megtartásra, és ott a bizottságok tárgyalták a előterjesztett, kiküldött napirendeket. Ennek következtében két módosító javaslattal élek. Egyrészt a kettes főnapirendünk, amely beszámoló a 2022 évi közikhatáron belüli autóbusz menet személyszállási tevékenységről. Egyeztetve az előadóval, Szabó Imrével az a megállapodásra jutottunk, hogy azt kért, hogy vonjam vissza jelen pillanatban ezt az előterjesztését, tekintetve a bizottsági üléseken elhangzott kérdésekre, illetve meg nem válaszolt kérdésekre. Mai napon sem tud részt venni. Jegyző úr egyeztetett vele tegnap, és azt kérte, hogy júniusban ezt terjeszthessük elő. Az a kérdésem, hogy ezt méltányoljuk, és akkor vélhetően akkor a bizottságüléseken felvetődő kérdésekre is választ kaphatunk. Tudom, ez egy egyeztetés a felvetődő kérdésekre, ugye? Ez volt a közbenső egyesség. Úgyhogy a másik napi rendi pont levételét javaslom, egyeztetve az előadóval, Szabó Imre úrral. És úgy szintén a 3D napi rend, amely a GESZ-szel kapcsolatos ellenőrzés jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervről szólt. Szintén tárgyalták a bizottságok, és ott is merültek fel kérdések. Vad István megbízott igazgatóra azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy terjesszem elő, hogy szintén ezt halasszuk el. A felmerült kérdéseket is következőkben választanunk, és tervezze egy júniusi testületülésre hozom vissza. Tehát ez azt jelenti, hogy a kettes napirendet akkor halasztanánk, 3D napirendet halasztanánk, és ehelyett pedig 3D napirend helyére a időközben kiküldött előterjesztés Püspökváros településrendezés eszközeinek 2023. évi első részbeni módosításra kapcsolatos tartalom meghatározásáról, tehát egy hész módosításra kapcsolatos előterjesztés javaslok fölvenni, tehát a módosított 3D helyére. Ez a három módosítványom van. Kérdezem, hogy követhető volt-e az elmondottak módosító javaslataim. A többi változatlan maradna, amennyiben követhető volt, és nincs kérdés, de úgy látom, mégis van kérdés. Kis Zsivon képviselő úr ügyendészülete. Javaslatot tennék, ha már úgyis ennyi napirendi pontot levettünk, és nem látom az óvoda átszervezéséről készült tájékoztatót, ami ugye elég nagy port kavart már az elmúlt hónapokban. Javasolnám, hogy vegyük be a napirendi pontra, és akkor beszéljük meg, hogy hogy áll ez, mit áll ez, ki mit egyeztetett, hol tartunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Anyag nem került küldésre, bizottság nem tárgyalt, előkészület van ezen az anyagnak a megfelelően. Jó, bocsánat, egyeztetek egyző óra, mert tulajdonképpen majdnem kész az előterjesztésünk ezzel kapcsolatosan, még bizonyos apró módosítások, illetve rajtunk nem múló részletek miatt ez nem kerülhetett mai ülés napirendjére. A testületülés végén fogok kérni egyeztetést áronalkozók, hogy soron kívül a jövő hét melyik napján fogjuk ezt tudni megtárgyalni. Tehát jövő héten mindenképpen meg fogjuk tárgyalni a soron kívül ülésen. Az a kérdésem, hogy megfelelő előkészítés, bizottsági egyéb tárgyalások után hozzunk ezekben fontos döntéseket. Tehát jövő hét kedves szerdai napon soron kívül testületülést terveztünk, hogy tervezzek ebben összehívni. És akkor kérem, hogy mindenki vegyen ezen részt. A testületülés végén majd keresem azt az időpontot, ami előző mindenkinek megfelelő. Úgyhogy ezt most ezt a kérdést nem tartom szerencsének, hogy ezt a kérdést tárgyalnak. Elfogadhatok képviselőt? Én javaslom azért, hogy szavazunk róla, hogy ki tartja indokoltak, hogy beszéljünk erről. Jó. És amennyiben kedden lesz ez a rendkívüli testületülés, meg bizottságülés, akkor javasolnám, hogy ezeken az üléseken jelenjen meg a tévé is, tehát készül a hangfelvétel. Vagy szerdán.
vagy szerdán, amikor lesz legyen jelen a tévé is, meg kérném, hogy az érdekeltek jelenjenek meg ugyanúgy, tehát úgy az érdekképviseletek, a szülőknek az érdekképviselete, úgy a munkáltatónak, úgy pedig az óvónőknek az érdekképviselete. Legyen jelen mindenki, hogy normálisan átbeszélve tudjunk döntés hozni majd ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő, akkor képviselő azt kérte, hogy szavazzunk róla, hogy ma tárgyaljuk, vagy ne tárgyaljuk. Én azt kezdeményeztem, és azt mondtam, hogy ma ne tárgyaljuk. Nincs itt az előterjesztésem, de Jegyző úr. A szervezeti és működési szabályzat szerint a képviselőtestület ülésén szóbeli előterjesztést a polgármester és az alpolgármester tehet, akkor, hogyha egyidejűleg a előterjesztés írás anyaga is kiosztásra kerül. Jelenleg ezt a napirendi pontot nem lehet tárgyalni, tehát objektív okok miatt nem lehet tárgyalni, mert eszembe ütközik a felvetés. Igazából a szavazásnak sincs sok értelme. SMS-be ütközik a szavazás, akkor azt mondom. Jó, nem akarok SMS-ben szabályozott kérdés pontotól eltérni. Egyébként azt hiszem, hogy a helyzet tiszta és világos. Képviselő kezdeményezte, azt mondtam, hogy ez kedden vagy szerdán megtörténik. Mi mai napig semmiképpen nem tartom szerencsésnek, és ha most szavaznánk róla, akkor most nem szavazunk róla, és azt mondanám, hogy ne tárgyaljuk, mert ez olyan súlyú napirend, amit megfelelő készítés és megfelelő készítettség és megfelelő egyéb körülmények együttállása esetén szabad és célszerű tárgyalni. Jó, akkor erről nem szavazunk. Három módosítási javaslatot tettem, és a kiküldött anyagok, kiküldött napirendi pontokkal együtt kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki a módosított napirendet elfogadja, legyen kedves most. Igennel, aki nem, meg más módon szavazni. Megállítom a napirendi kapcsolatos szavazás eredményét, 10 igen, és egy tartózkodás mellett az általam előzéses módosított napirendek szerint fogunk tárgyalni. Köszönöm szépen. Szokás, hogy gyakorlatilag, illetve SMS-nek megfelelően következik az első napirendi pontunk. Jelentés a lejárt határidő testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, néhány testületi határozata kapcsolatos eseményről az elején Róma 1-es pontban tájékoztatást adtunk, illetve csatolásra került polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatók. Engedjék meg, hogy néhány kiegészítést tegyek a időközben történtekről a polgármesteri jelentésemhez. Részletesen írtam róla, hogy egyrészt április 28-29-30-án a lakossági hulladékgyűjtésre került sor, majd május 6-án lakossági veszélyes hulladékbegyűjtésre, és május 13-án pedig városi szintű lomtanításra. Engedjék meg, hogy erről röviden szóljak. Több hónapos előkészítés, és én úgy gondolom, hogy a legszélesebb körül előzetes tájékoztatás tartalmi és egyéb részvevő szervezési dolgokat illetően is történtek az előkészületek. Maga események lezajlottak, összességében eredményesnek ítélem. Még most is az a megállapításom, talán a korábbi évhez képest rendezettebben és fegyelmezettebb lakossági hozzáállása, de még mindig vannak anomáliák. Még mindig vannak olyanok, akik előzetesen, sokszorosan megfelelő szabályokat nem kívánják tartani, akár még vasárnap is kihelyezték a lomot az utcákra, holott ezt már a város saját költségén, a városüzemeltető költségén kell eltávolítani. Nem akartam mondani, csak mondom. Aki a lakossági veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, meg festékmaradékot kiviszi a temetői hulladékgyűjtő edényekbe, nem akarok jelzőt mondani, mert talán nem lesz szalonképes, amikor több hónapos előkészítés után, és úgy gondolom, hogy szervezett módon és rendelkezésre bocsátok minden lehetőséget arra, hogy mindenki megszabaduljon, hát nem tudok mit mondani, hogy igazatól mutatja a fényképeket, hogy a temetői szerves anyaggyűjtőben milyen anyagok vannak. Ha már valaki oda, hogy a veszélyes hulladéket, ezt nem tud minősíteni. Sajnos ilyenek még mindig vannak. Összességében azt mondom, hogy a lakosság hozzása pozitív volt. Összességében eredményes volt ez a három lépcsős folyamat. Szerintem még tovább kell erősíteni a lakosság tudatos hozzáállását a dolgokhoz, de ezzel együtt azt mondom, hogy összességében eredményes volt, mert
mert lépésről lépésre évre azért úgy ítélem meg, hogy egyre hatékonyabb és eredményesebb ez a több lépcsős folyamat, amit az elmúlt évben is alkalmaztunk. Úgyhogy erre kérek mindenkit, hogy legyen kedves akár a környezetére is figyelni, illetve esetleg szólítsuk már meg azokat, akik ilyenekre, bocsánat, kimondva vetemednek, aki látja. Mert sokszor még azt látom, hogy bizonyos ilyen szabálytalanságok, meg huncutságok, meg egyébek kapcsán cinkos összekacsintás van, hogy majd oldja meg a város, meg oldja meg a város üzemeltető, holott tudjuk, hogy kik és mit cselekednek. De összességében, hogy mondtam, ez a három lépcsős folyamat, úgy gondolom, hogy eredményes is, és hasznos volt. Május 20-án, említettem, 15 és 12 között évi szabadság keretem terhére távol voltam, természetesen minden nap elértek. Ezzel együtt személyesen nem voltam jelen, a polgármester kollégáim tették a dolgot, köszönöm szépen a helytállásokat, úgy gondolom, hogy igazán érdemi dolog nem maradt el a távolétem miatt. Volt, ami rám maradt, de természetesen ők tették a dolgot, és köszönöm a feladatállásokat. 20-a szombat, igaz, hogy még a héthez tartozott, de nagyon örömre szolgált, hogy meghívást kaptam tavalyhoz hasonlóan olasz szaluba, ahol pásztornap és pásztortalálkozó valami nemzetközi népzenei fesztivál volt. Meghívást kapott és fellépett, nagy sikerrel fellépett a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesületünk. Ők is invitáltak, illetve a szervezők erre a ragyogó rendezvényre. Öröm látni, hogy egy kis település milyen szintű a közösség összefogás. Azt mondja nekem a polgármester, azt mondja, hogy az ő településeken kivetik magukból a dolottalan embereket, vagy azokat, akik a közösség, a tágabb közösség érdeke ellen feltűnően vétenek, vagy nagyon más gyakorlatot követnek. Az előző szomorú példa, no, nálunk ez még nem teljes körű, bár nálunk is gondolom, hogy sokan nagyon tisztességesen és következesen teszik a dolgokat. Tehát nagyon jó szervezett rendezvény, vagy tiszta rendezett kis település, és nagyon magas színvonalú kultúrás rendezvényen volt részem, vagy rendezvényen lehetőségem részt venni, és köszönöm a Törő Gábor Hagyományozó Népdalkör Egyesületnek is, hogy ott volt, mert ezzel is városunk hírnevét öregbítették. 23-án kedden részben vagy teljes egészében részt vettem a Szociális Egészségügyi Bizottság, Mezőségi Környezetvédelmi Bizottság és Pénzügyi Ügyvédelmi Bizottság ülésein. Figyelemmel kísértem a történteket, részben ennek is következni az előbbi módosító javaslataim, vagy javaslatok, amik a napirendi pontokat módosították. Köszönöm a bizottság munkáját. Kedden délelőtt a Segítőközök Szent István utcai épületében egy bűn megelőzési fórumra kerül sor, igen jelentős érdeklődés mellett és budapesti, illetve Hajdú-Bél megyei rendőrségi vezetők jelenlétében. Két témakör került alaposan kitárgyalásra, egy drog megelőzés, prevenció, illetve a drog következményei. Nagyon ütős eladások voltak rendőrségi alkalmazottak részvételével, illetve a másik pedig, ami szintén sajnos egyre nagyobb méreteket ült és körülvett bennünket a kiberbűnözés és ennek minden nap megnyilvánulásai. Ez egy közel 4 órás rendezvény volt, közben természetesen nem tudtam végülni, de elején végén ott voltam, mert feladataim is voltak. De nagyon hasznos volt és eredményes volt, körülbelül 80 fő volt jelen a vendégekkel együtt. Bízom benne, hogy ennek a megállapítása, illetve ott elhangzottak azok széles körben és megismerése kerülhetnek, majd a televízió képernyő is jelen volt, vagy televízió kamerája is jelen volt. Többek között azért kellett eljönnöm, mert kedves kötelességemnek tehettünk eleget. Kis Mártonné született Magyar Rozália, szépkorú köszöntéssel került sor 95. születésnapja alkalmából a Karcegi 26 alatti idős otthonban. Berde Márton kollégával együtt köszöntöttük, Virág Csokorral, illetve, bocsánat, Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő gondolataival és emléklapjával köszöntöttük. A idős otthon lakói ünnepélyes keretek között szintén köszöntötték a ünnepeltet, illetve nagyon kedves, barátságos, hangulatos kis ünnepélyeseménynek lehettünk részese. Isten éltesse a nénit, és további örömet kívántunk neki. Ő 24-én szerdán szokásos
Egyszer írtam azt hiszem a jelentésemben, de minden héten szerdán délelőtt intézményvezetői, gazdaságtársági igazgatói részvételével egyeztetést tartunk az elmúlt hetekben, vagy hónapok óta. Ennek célja, hogy abban a körben a aktuális feladatokról akár kiki a saját és akár több intézményt érintő problémákról tudjunk véleményt cserélni. Sokszor egymás közötti közvetlen kontakt lehetőségével a megoldás is megszületik, illetve vannak olyan közös dolgaink, amelyek több intézmény vagy gazdaságtárság vesz részt, mondom, ezek az egyeztetések hasznosak. Most is egy órácskát más felett átbeszéltünk dolgainkat, leendő dolgainkat, a következő hetekben is fogjuk ezt tartani. Azért szólok róla, mert egy alkalommal írtam, de nem akarok minden alkalommal írni erről. Fontosan tartom, és úgy látom, hogy az intézmények részéről is hasznosan tartják ezt a egyeztetésre lehetőséget. Természetesen fogadórát tartottam délután, időközben engedjék meg, hogy tájékoztatást adjuk arról, hogy a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága Állampénztár Irodája a TOP program keretében, a még 16-os TOP program keretében a leromlott városi területek rehabilitáció az Újtelepváros részén című projekthez kapcsolódóan közbenső helyszínellenőrzést tartott. Ez kétnapos helyszínellenőrzés volt, elég alapos részletekben menő ellenőrzésre került sor. Tegnap itt voltam a záró dokumentum, tehát közbenső ellenőrzés záró dokumentumának aláírásánál. Kisebb pontosítások, kiegészítések kerültek a helyzőkönyvben rögzítése. Összességében pozitív volt az ellenőrzés, lesz még egy záró ellenőrzés, de úgy néz ki, hogy ott már ezen a néhány apró pontosítás, amire most sor került, ezek áttekintésével, illetve nyilván még soron következik, a projekt lezárása kerülhet. Én köszönöm mindenkinek, aki ebben a hosszú folyamatban részt vett, kezdetektől a végéig. Minden nehézség ellen azt mondom, hogy ez a projekt sikeresen zárult egyébként. Tegnap ettől függetlenül én személyesen is jártam ugye a Fazekas-Mely utcán, ugye a Bartók 26-ban, igaz, hogy a Gárdony 2 épület csak előtte, benne nem voltam, tegnap, de úgy gondolom, hogy ez a projekt eredményesen zárult, és köszönöm mindenkinek a segítő hozzájárulását abban, hogy ez a projekt sok nehézség közepette, de mégis lezárulhat, remények szerint problémamentesen. Tegnap délután még egy kedves meghíváson lehettem részt. A tájékoztató központunk, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésében Ladányban is megalakulhatott a Mézes Kalács szakkör. Képviselőtársammal együtt voltunk jelen kedves kis ünnepségen, ahol a szakkör tagjai bemutatták termékeiket, ami nagyon kedves, hasznos tevékenység ez, illetve ezzel bizonyos régi hagyományokat is sikerül szinten tartani fiatalok körében, akik részesei ennek a szakkörnek. Biztattam őket, hogy folytassák ezt a szép, kedves tevékenységet, és nagyon jó hagyományokat folytassák a szervezet keretek között. És talán még egy, ez ma reggeli és ökönzett dolog volt, köztudott, hogy most pünkösd alkalmán kerül sor a Csíksomlyói búcsúra. Tegnap este felkérdést kaptam egyik hajdúmegyei település vezetője részéről. Segítsek már abban, hogy elég bonyolult a állomásomról a parkolás, és autóval érkeznek, mert Ladányban van megállója a vonatnak. Úgyhogy ma reggel egy hajdúmegyeből érkező kis delegációt vártam, illetve közreműködtem abban, hogy Ladányban parkolásom, mert vasárnap este fognak távozni, és ők pedig képviselik a megyét, városunkat, illetve nyilvánvalóan saját közösségüket is ezen a véletlenül emelkedett hangulatú rendezvényen, eseményen. Úgyhogy néhány teljes igény nélkül mozzanatra egészítettem ki a leírtakat. Itt is volt 35-40 esemény, amiről írtam, de ha kérdés van, akkor rendesen állok rendelkezésre. Kérdezem Alpagőrste kollégáimat, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a leírtakat, Vadász Ferenc Alpagőrste úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, a következő szokásos gyakorlat. Jó. Borsa Alpagőrste úr. Nem kívánok, köszönöm. Szokásos gyakorlat. Jó. Akkor tisztelt képviselőtestület, képviselőtársaim,
amennyiben kérdés merül fel a polgármesteri jelentéshez leírtakban, de leírtak a kapcsolatban, akkor állunk rendelkezésre. Balázs Sándor képviselő kérdez, Balázs. Köszönöm, polgármester úr, és polgármester úrtól kérdezném, hogy április 28-án a Hajdúsági Expo címmel megrendezett mezőgazdasági konferencián vett részt. Ennek témája volt az öntözésfejlesztés és az új technológiák, technológiai megoldások. Erről egy pár szóba, hogy mit tapasztalt, milyen ellenjét látja. Hajdúsági Expo, ugye? Igen. Bocsánat, most rakoztam ide. Igen, értem a kérdést, köszönöm. Akkor május 9-ével kapcsolatban, amikor dr. Csabai Zsolt Attila urat fogadta, és közös témákban volt beszélgetés, arról is egy kicsit, ha lehetne bővebben, illetve május 13-ával, és ez kapcsolódik a lomtalanításhoz, tenném fel azt a kérdést, hogy a kín maradt lomok mikor fognak eltűnni az út széléről, milyen megoldásban gondolkozunk, és mikor lesz ismét tisztább a városunk. Így első körben. Köszönöm szépen a kérdéseket, azt hiszem megérdetlenül fogok reagálni. Horváth Ádám bizottsági elnök úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Írja, hogy még április 20-án Vida László úrral egyeztetett, és én azt tapasztalom, hogy a csőtörések nyomán felbontott útszakaszok most idén gyorsabban kerültek helyreállításra, aszfaltozásra, mint korábban, viszonylag. Nekem vannak problémáim. De én már ezzel is elégedett voltam, meg örömmel láttam tényleg, hogy mintha javulás lenne látható, és azt szeretném kérdezni, aminek köszönhető. Kiválasztásra került az új alvállalkozója a vízműnek, aki már nagyobb gondot fordít erre, gyorsabban cselekszik, vagy egyáltalán videóúrék fordítanak fel nagyobb pillanat. Igen, köszönöm szépen, fogok reagálni. Ez egy volt. Igen. Köszönöm. Kis Zsigmond képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni első körben. Az óvodát szervezéssel kapcsolatban ugye jelezte, hogy itt még folynak az egyeztetések, meg az előkészületi munkák, hogy ki végzi ezeket az egyeztetéseket, kivel, kik azok a szakemberek, akiket bevontunk. Ugye a beszámolóban hónapok óta semmit nem látok se a polgármester úrtól, se a főállású alpolgármester úrtól, se pedig a társadalmi alpolgármester úrtól. Tehát szeretném tudni, kik, akik ezeket az egyeztetéseket folytatják, milyen szakemberek kerültek bevonásra. Akkor a főállás alpolgármester úrtól, Vadász Ferenc úrtól kérdezném. Május 11-én egyeztetett Borós Sándor úrral. Egyik részlete volt, hogy kérte segítséget a tanúszoda projekttel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy ezeket a projekteket teljesen leállították, nem csak a tanúszodát, hanem még az 4-es útnak a szélesítét is. Mosos László alpolgármester úrtól kérdezném. Május 12-től 14-ig Székely Majálison vett részt Magfalván, hogy ezt korábban ugye az volt a szokás, hogy azért erről a képviselővel tudtuk, hogyha valamelyik testvér településnek történik valami, vagy meghívást kapunk. Mi az oka annak, hogy mindig utólag kapunk erről néhány soros tájékoztatást? Korábban ugye azért az volt a szokás, hogy képviselőtársakkal együtt mentünk minden oldal, tehát jobb bal oldal képviselők jelen voltak egy-egy ilyen rendezvényen, és amikor fogadtuk őket, akkor is tájékoztattak bennünket arról, hogy mikor és miért zajlik a városunkban. Köszönöm szépen első körben ennyi. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Martko Nédotor Antos Galdás, színparancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Április 28-án az Energo Expo-val kapcsolatban jelezte polgármester úr, hogy tanulmányozhatók lesznek utólag a fórumnak az anyagai, esetleg ugyanúgy, mint ahogy korábban ki lehetett küldeni, azt köszönjük. Illetve május 12-én, mikor Bihar Nagyvajonban volt a vasútállomás épületének, a felújított vasútállomásnak épületének az átadó ünnepsége, ott esetleg felmerült a Püspökladány vasútállomásának a felújítása. Értem a kérdést, köszönöm. És helyén van, ahol tartom. Első körös kérdések elhangzottak, köszönöm szépen. Igyekszem időrendi során menni, és azért színezgetem itt, hogy sorba haladjak, és első kör, második kör jobban tudjak tájékozódni. Horváth Ádám bizottsági elnök úr a korábbihoz képest elégedettebb a víz TRV-vel kapcsolatos hibák
kijavítás utáni területhelyreállítás kapcsán. Hát én gondolom, hogy ez a képviselőtestületnek köszönhető. Nem mondom, én is elég sokat egyeztetek videóral, de a képviselőtársaim ez irányú kezdeményezései, illetve többszöri hibajelzés úgy a TRV első számú vezetése, mint műszaki igazgatóság, illetve közvetlenül a videó irányába. Ezek a, hát mondom, hogy minden héten egyeztetek egyébként vele, talán ennek köszönhető, hogy videó nagyobb figyelmet tud, vagy kénytelen szentelni ezeknek a helyzeteknek, és ebből következhet, hogy valamelyest jobb az állapot. Én nem vagyok elégedett összességében, úgy is vannak problémák. Azt viszont megköszönöm a TRV-nek, hogy a korábbi alvállalkozó végzi. Erre nekünk volt javaslatunk, emlékszik a képviselő, de az nem sikerült realizálni azt a kezdeményezést, viszont valószínű, hogy még nagyobb odafigyelés és elhatás van a korábban a TRV által szerződött vállalkozó irányába, ebben videóra a közvetítő minden esetben. Most is vannak problémák, most is fog vele hamarosan egyeztetni, igyekszünk kezelni a helyzetet. Egyébként nem egyszerű, tudom, 20-valány településen látnak el feladatot, rengeteg a műszaki probléma, mindig a műszaki problémák, illetve a szolgáltatás helyreállítása. Rengeteg dologról itt nem is tudok tájékoztatást adni, ami probléma fölmerül a városunkban, és igyekszünk kezelni, korrekt az együttműködés. A helyreállítások mindig egy kicsit a hátsó fázisban vannak, de ebben is képviselőtestület kezdeményezése, képviselőtársaim, ez irányú pressziója, őszintén mi magunk is, halpagású kollégáimmal tesszük a dolgunkat, és igyekszünk ezekben a dolgokban határozottabban érezni a problémát, illetve kérni a megoldást. Itt tartunk továbbra is, hogy gondolom, hogy legyen veszesebben a hozzáállásunk, illetve a kezdeményezésünk. Energo Expo 28-a, igen, ez egy fotós napon volt, mert közgyűlés, Energo Expo, Hajdúsági Expo, illetve egyebek voltak. Ez egész nap rohantam, és egyik eseményen sem tudtam végig ott lenni, de igyekeztem mindegyiken részben ott lenni, mert mindegyiknek éreztem a súlyát és jelentőségét. Energo Expo anyagát megkaptuk, hogyha képviselőasszony igényli, vagy ha mások is igénylik, legyen kedvesek jelezni és kiküldöm, mert gondolom, hogy ezek hasznos és érdemleges dolgok. Igyekszem hónapnál és nem hétünk kiküldeni. Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben volt, mivel előtte két rendezvényen voltam, itt már nem az elejére értem oda, de mégis nagyon fontosan tartottam, hogy a leírt témakörökben, tehát a Nemzeti Agrárgazdasága Kamara Hajdúbérői Szervezete, vagy Vármegyék Szervezete Egyetem és mások együttműködésében ilyen fórumra került a sor. Bár most kicsit csapadékos az időjárás, de látjuk, hogy az elmúlt időszakban egyre nagyobb időjárási szélsőségekkel találkozunk. Egyik pillanatban a fölös csapadék elvezetéséről kell gondoskodni, másik pillanatban az öntözés halaszolatlan megvalósításáról. Ehhez kapcsolódóan kormányzati és megyei szintű kezdeményezések is vannak, és természetesen itt várják, kérik a helyi szintű kapcsolódásokat is. Én egyébként köztudott, hogy a Területi Agrárgazdasági Bizottság tagja is vagyok, erről már korábban többször tájékoztattam a testületet ebben a minőségemben is, de ez ugyanilyen szinten polgármesteri minőségemben is fontos feladatomat tartom, hogy az agrári ezirányi problémáit egyrészt jelezzük, másrészt pedig a kezdeményezéseket megfelelő szinte juttassuk. Éppen tegnap is volt egyeztetésem ez ügyben, de erről nem szóltam, mert minden egyes dologról nem tudok beszámolni. Tehát fontosnak tartom, hogy ezek a fórumokról ott legyünk, illetve a helyi problémákat, helyi kezdeményezéseket tudjuk megfelelő szinteken kezelni és továbbvinni. Ja, bocsánat, ide mondtam, de Balázs képviselő kérdezte, elnézést. Megyek tovább. Óvodai egyeztetése, képviselő úr, kis képviselő úr kérdezte. A folyamatról természetesen tájékoztatást adtunk, ebben elvi döntés fölött testület előtte tájékoztatást megadtuk a testület előtt. Rengeteg apró lépések kerül sor, kik lesznek ebben az egyeztetésben részt. Természetesen a tanker, aki az épület visszaadásáról döntött és tájékoztatott, illetve óvodai vezetés, valamint Városvezető Kft. Ügyvezetője, Szabon legyen a kollega, nem, illetve Jegyző úr fogja össze ezeket a folyamatokat. Ha kívántok reagálni, akkor kiegészíteni, akkor itt tartunk, és ahogy említettem,
a elvi döntést követően, a következő héten pedig sorunk jövő testületülésen minden részletől természetesen igyekszünk beszámolni. Semmi nem titok, rengeteg munka van vele, de most van egy helyzet, ezt a helyzetet kell kezelni, és igyekszünk is kezelni. Egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy nincs tájékoztatás, magam is részt vettem, köszönöm, hogy képviselőtársaim is jelen voltak egy óvodai szülői tájékoztatón. Azért mentem oda, és gondolom a képviselőtársaim is azért mentek oda, hogy meggyőződjenek arra, hogy van egy tájékoztatás. Igenis, van tájékoztatás. Ordavezetője, Szabolcs Endre kolléganőm kérdése, én magam is igyekeztem minden kérdésre válaszolni. Voltak aggályok, voltak akiknél az aggályok ezek a tájékoztatás szintjén megszűntek, voltak további kérdések, illetve vannak, akik határozottan támogatják ezt a kezdeményezést. Nyilvánvalóan minden új, az egy természetes, hogy kérdéseket vett föl, illetve fontosan tartom, hogy minden olyan probléma, lehetséges probléma, ami foglalkoztatja az érintetteket, azokra időben és megfelelő súlyú választ tudjunk adni. És ezért köszönöm, hogy képviselőtársaim is jelen voltak ezen a fórumon. Látották, hogy igyekszünk minden szinten a szülőket, nevelőket, mindenki tájékoztatni a folyamat adott pontján. Tovább megyek. Május 9-én Balázs Sándor képviselőképviselő Csaba és Zsolt Attila úr keresett fel a járási hivatalból. A szokásos kölcsönös tájékoztatáson ebből lévő ügyekről, hogy éppen képviselő testületülés után előkeresem a fejezésemet, hogy konkrétan mire kerül sor, semmilyen nagyobb aktualitást jelentő ügy nem volt, hanem a kölcsönös korrekt oda-vissza tájékoztatás részlete ide. Testületülés végén szívesen tájékoztatok róla néhány pontban, hogy miről volt szó, semmi nem titkos egyébként az egyeztetésünk kapcsán. Május 12-én volt szerencsém meghívásra részt venni Bihar Nagybajonban. Örömteli dolog, hogy szépen megújult a vasútállomás épülete. A mi épületek is igazán ráférne, de ez miért nem volt napirenden, természetesen örültünk a mások sikereinek, illetve nagyon örültem annak, hogy tényleg színvonalasan és ragyogó tartalommal sikerült, bár hosszú nehézség és rendkívül sok küzdelem árán a polgármesteri hivatal épületét felújítani, úgy külső megjelenés, energetikai felújítás, nyilvánzárócsere, belső megújulás, teljesen bútorzattal együtt megújult a hivatal. Öröm látni, hogy ilyen is van. Viszont illetve két dolog szerencsés együttállásának köszönhető, hogy ezt meg tudták valósítani. És én szeretem az ilyen jó gyakorlatokat, szeretném hazahozni, de erre itt megint nem lesz lehetőségem, mert ott két program, egy topos program, egy negatív program, illetve ahhoz kapcsolódik egy magyar falu program jelentős támogatásra sikerült a kettőt összekapcsolva megvalósítani. A topos programok nem tesznek lehetővé bizonyos belső felújításokat, illetve akár bútorzatcserét, hogy ezzel sorolhatnám. Abban a magyar falu program segített. Sajnos mi a magyar falu programban nem lehetünk érintettek. Egyébként erről Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is említést tett, hogy a elmúlt években a Magyar Falu Program rendkívül sok pozitív lehetőséget nyújtott a kis településeknek, örülünk a mások sikereinek. Mi azon település típus vagyunk, ahol nem vagyunk a kiemelt nagyok között, ahol volt támadás lehetőség, nem vagyunk a kicsik, úgymond a, bocsánat, lélekszám kapcsán kicsik között. Navracsics miniszter úr azt jelezte, hogy amennyiben itt a következő időszak tárgyalásai eredmények lesznek, akkor a ladány léptékű, mondjuk járásszékhely és hasonló települések is nagyobb lehetőségeket jutnak, mert bizony nekünk sokkal szűkebbek voltak a pályázat és egyéb lehetőségeink az elmúlt években. Bízom benne, hogy erre sor is kerülhet. Tehát nem kerül sor a ladány vasútállomással kapcsolatos dolgokra. Erről egyébként többen megszólítottak. Még ma reggel is volt ilyen kérdésem, az állomáson voltam, hogy olyan szépen felült a hajtószoboszlói, és a többi, és a ladányi viszont nem. Annak viszont örülünk, hogy rengeteg vonat megáll ladányban, ezen nem lehet a környéken parkolni. Ma reggel is megtapasztaltam. De ezzel együtt, ez van. Lomtalanítás. Igen, magam is tapasztaltam, tegnap délelőtt is városbejáráson voltam, én mindig látok egy-két helyen, és érdekes módon olyan helyen vannak kihezett lomok, ahol nincs, ami nem lakott ingatlan. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy az a bizonyos cinkos összekacsintás, hogy amit összek, aztán majd úgyis elviszik ezt. Nem tudjuk több helyen és több módon és hangsúlyosan mondani, hogy én magam is bejelentettem, meg minden fórumot felhasználtunk, hogy
Lomtalanítás reggel 7-ig tegyék ki. 10 jármű indult ladányban, külön útvonalterv szerint, és tegyék ki a lomokat. Délután este már ne tegyék ki, meg vasárnap megtörtént. Megtörtént egyébként, városvezető munkatársai hétfőn, kedden a problémák nagy részét megszüntették, azt hiszem hétfőn egyeztettünk igazgatóval, még mindig volt, még kedden este mindig találtam egy pontot, ahol környéken nem lakik senki, de valamilyen oknál fog oda kerültek lomok. Nyilván környékről tudják, de nem mondják meg. Mi is elviszi a város, aztán kész. Ebben szeretnék, hogyha valami együtt gondolkodás lenne, és az olasz falai példa működne a lányba, hogy aki ennyire a közösség törekvése ellen van, azokat tudjuk már megszólítani, és ne úgymond így most mosolyra fagasztó összekacsintással mondjuk azt, hogy megtörtént, majd a tanácsódja, meg szokták mondani. Úgyhogy képviselő úr, el fogjuk ezeket is távolítani, természetesen ez már költségbe kerül a városnak, városüzenetének, de akkor is meg kell tenni, mert a vihari már ezt természetesen tudjuk el, és várhatjuk el tőlük. Alpolgármester úr kapott kérdést, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, parancsoljon. Hát nem lepett meg Kisigmond képviselő úrnak a negatív és pessimista megjegyzése, illetve kérdése, bár elég furcsán tette fel. Én nem tudok arról, hogy le lett volna állítva a tanúszoda és az M4 projekt. Nem lett leállítva, hangosan mondom. Köszönöm szépen. Nyilván mi bízunk abban. Lehet, hogy valaki éppen annak drukkol, hogy ez ne jön össze, de mi bízunk abban, hogy ez megvalósul. Éppen ezért én konzultálok képviselő úrral több alkalommal is, és szeretnénk, hogyha ebben a témakörben is minél hamarabb lépések történhetnének. Köszönöm szépen. Csak egy mondat, én magam is természetesen Bodóról is konzultáltam másokkal is. Én pillanatnyi vagy a közelmúltban információ alapján egyik projekt sincs leállítva. Tudtam, hogy az építkezés valamilyen szinten folyik, M4 építkezés, kisújszállás kellett határpontig. Hogy ez milyen léptékű, meg képviselő, hogy ítéli meg, vagy én milyen véleményen vagyok, az egy dolog, de tudtam, hogy folyik az építkezés, és erről kormányzati döntés született, hogy nincs állítva. Erről hivatalos értesítést is kaptunk valamikor. A tanúszoda programról pedig azt tudom, hogy korábban az legutolsó információ 280-valahány különböző szintű projekt lehetésre került, az utolsó információ szerint a tanúszoda program néhány elemen nem került lehetésre egyelőre. Késődelmet szenved a folytatás. Ennyit tudok. Ha új információ lesz, akkor megosztom a közvéleménnyel. Én nagyon bízom benne, hogy a tanúszoda, amikor erre a felsőbb szinten a források meg lesznek, akkor ezek is megvalósulhatnak. A legutolsó információ, ami irányba jött, ez volt. Úgyhogy bízom benne, hogy így is lesz. Most László polgármester úr kérdés kapott el. Köszönöm a szó, polgármester úr. Magfalva polgármester Vas Imre úr, polgármester úrnak címzett levelébe meghívást intézett a székely majálisra. Polgármester úr megkért, hogy intézzem már úgy a szabadidőmet, hogy tudjak részt venni, mert ő jelezte, hogy neki más elfoglaltsága van. Nyilván ez polgármester úr döntése, ezen formán jeleztem, hogy természetesen részt veszek. A székely majális tekintetében jó pár év kimaradt a pandémia miatt, ezért új lendülettel szervezte meg Magfalva, és természetesen a Borosszéki Székely Tanács, illetve a székely települések közelműködésével. A székelyföld egy és oszthatatlan jelikével lett meghirdetve. Kisigmond képviselő úr meg volt jelen, tehát hasonló volt a rendezvény. Pénteken, mikor odaérkeztünk, akkor egy vacsorával fogadtak minket. Másnap volt egy felemelő felvonulás. Természetesen az ottani népviselet huszárok, illetve a környékre és a székelyekre jellemző vendégszeretettel történt minden. A majális beszédekkel kezdődött, természetesen politikai töltetű beszédek voltak. Elsősorban a székely autonómiának a kérdését taglalták, ezt a székely tanács elnöke Izsák úr is kihangsúlyozta.
próbálta felvázolni a jövőt, és mindenkit biztosította arról, hogy nem tesznek le erről a kezdeményezésről. Még ugyanez nap egyébként Márton Zoltánnak a sírhelyét hármas falon megkoszorúztuk, ugye ő volt a néhai Magfalva polgármester, illetve a marosszéki székely tanács elnöke, mind a mellett az autonómia egyik zászlóhívője és kezdeményezése. Én személy szerint úgy gondoltam, hogy mindenképpen sírhely előtt tiszteletet kell tenni. Következő nap, vasárnap pedig istentiszteleten vettünk részt, ahol szintén az autonómia természetesen szóba került, utána egy ebéd, és utána eljöttünk a rendezvényről. Én úgy gondolom, hogy testvértelepülésünk ilyen fokú rendezvényi mindenképpen részt kell, hogy vegyünk. Több testvértelepülése van Magfalvának egyébként, képviseltette magát minden testvértelepülés, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy akkor Vas Imre polgármester úr jó kívánságait tolmácsoljam képviselőtestületünk irányába. Hát talán így röviden a teljesség igénye nélkül összefoglalva a Székely Mihályson részvételünk. Köszönöm szépen a polgármester kollégák válaszait. Második körös kérdésekre kerülhet sor. Remélem, hogy mindegy első körös kérdésre reagáltunk. Balázs Sándor képviselő úr, parancsoljon. A szót, polgármester úr, én a főállású a polgármester úrtól kérdezném április 21-ével kapcsolatban, amikor a fejlesztési ügynökség projektmenedzserével tartott egy megbeszélést, és a hivatal tetőszerkezete volt a téma, hogy ebben látunk-e valami pályázati lehetőséget, vagy biztattak-e bennünket ezzel kapcsolatban valami pozitív irányú elmozdulással, illetve Borsos alpolgármester úrtól kérdezném május 11-ével kapcsolatban. Bocsánat, még rossz helyre lapoztam, tehát nem, hanem május 9-ével kapcsolatban kérdezném, amikor a választókerületek szavazókörök kialakításával kapcsolatban jegyző úrral egyeztetett, hogy ebben a beszélgetésben valamiféle elmozdulás lehet-e, vagy beszélünk-e még egy előterjesztés során erről, míg a testületünk fönt áll. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Köszönöm szépen. Valda Zoltán bizottságának úr kérdez, parancsán. Köszönöm szépen a főpolgármester úr. Valás képviselőtársam már érintette, én is a hivatal tetőfelújításával kapcsolatban szerettem volna kérdezni. Ahogy írja polgármester úr, hogy haladéktalanul komolyabb beavatkozást igényel, ahogy mi is tudjuk, beházik a hivatal tetőszerkezete, komoly problémát okoz, hogy esetleg Bodó Sándor országgyűlési képviselő volt szó erről, illetve Vadász Ferenc alpolgármester úrhoz szeretném kérdezni. Így a május 15-én egyeztetett a diákmunkát érintő kérdésekben. Szeretném kérdezni, hogy lehet-e már tudni, hogy ebben az évben lesz-e diákmunkára lehetőség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Másik körös kérdés kívánnak-e még képviselőtársaim, úgy ítélem meg nem. A kérdések köréjét lezárom. És akkor Vadászat alpagásnak adok szót, viszont a tetőszerkezet kapcsán én is fogok szólni. Parancsolj. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Akkor kettős. Mondd el, légy szíves, mert részt vettem azon a megbeszélésen, de neked intézte képviselő a kérdésük, hogy akkor részes válaszolni. Tehát nem akarom dramatizálni a helyzetet, de tényleg tarthatatlan az állapot, amit itt látunk itt a tetőszerkezet meghibásodásával kapcsolatban. Igaz, azt is tudjuk, hogy ez nem egy új probléma, nem most jelentkezett ebben az évben, de nyilván forrás hiányában nem volt lehetőség és módja az önkormányzatnak arra, hogy ebben konkrét lépéseket tegyen, de most azt látjuk, hogy nincs mese, minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy egyrészt lássuk a problémát, lássuk azt, hogy milyen munkálatok szükségesek a helyreállításhoz, és nyilvánvalóan ez szervesen kapcsolódik a forrás hiány megoldása, és ezért vettük fel a fejlesztési ügynökséggel a kapcsolatot, ahonnan kaptunk is biztatást, és egy szakember, de erről akkor majd polgármester úr fogja
további információt megadni. Tehát egy szakember is megjelent, és a fejlesztési ügynökséggel továbbra folytatjuk, továbbra is folytatni fogjuk a forrás megteremtésével kapcsolatos egyeztetéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha szabad, hadd kapcsolódjak ehhez, mert mostanában a padlás pókháját az ömében mások együtt én beszélgetem időnként. Több alkalommal voltam én magam is a műszaki felmérés során is, illetve az ős megtekintés során is a tetőszerkezet közvetlen közelében. Olyan mértékű meghibásodások, hogy ilyen alkalmi beavatkozással, néhány pala pótlásával ez nem kezelhető. Egyébként nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a hivatalunk tetőszerkezetet, egy közel 100 évvel ezelőtti nagyon komoly fedélszék szerkezet, amely maga a statikai szerkezet várakozáshoz képest talán jobb állapotban van, viszont maga a héjazat az le van deszkázva, azon túl beteg a palaszszerkezet, az olyan szinten elhasználódott, hogy amelyikhez hozzányúlunk, a környezet is összetörik, tehát ezt itt igazán lokálisan beavatkozni már nem lehet, én is nehezen akartam ezt elfogadni, de meg kell hajolnom a szakemberek álláspontja előtt, hogy ezt így nem lehet kezelni. Jelen voltam a ügynökség által felkért szervezetvezetőjével a padlási megtekintésen, aztán pedig amikor a műszaki szakértője megfelelő műszerekkel kijött és konkrét méréseket végzett, akkor is jelen voltam természetesen. Kedden bizottsági előszakra időnként jöttem, mentem, pontosan akkor beszéltem a felmérést végző szervezet vezetőjével, a szakértői felmérések megtörténtek, egy költségbeszéléssel alátámasztott, tehát tételes részletes költségbeszéléssel alátámasztott szakértő véleményt fognak adni, véletlenül jövő hét folyamán lesz kész. Ebben olyan szinten benne lesz, hogy a fedélszéknél hol kell beavatkozást tenni, ebben viszonylag kevés. Szarufák szintjén melyek azok, amelyek úgy néz ki, hogy elviselőek, vannak, amelyek cserére szorulnak, van, amelyek megerősítésre szorulnak, tehát egy alapos, minden részről venő felmérés van folyamatban, azért is én már hiányoltam, hogy miért nincs kész a héten ez a felmérés, azért, mert ez apró részletben menően fog elkészülni. Kénytelen tudomásul venni, hogy ez időt igényel, viszont utána a fejlesztési ügynökség vezetőjével, Korbeck úrral és Bodó képviselőt is természetesen kerestem, valahol írtam, hogy vele is egyeztettem, egyébként mellett ebben is, hogy mindenképpen forrást keresünk annak érdekében, hogy a szükséges mértékű beavatkozásokat, és nem csak három pala cseréje, hanem komolyabb beavatkozásra forrást tudjunk találni, mert bizony ez a mostani helyzet, ez fölöttébb problémás az én megítélésem szerint is. Igen, ma is lesz egyeztetésünk, de minden részletről nem tudok beszélni, mert sokkal több szállam folyik az életünk, mint hogy ilyen apró dolgokról is mindig beszélünk, de természetesen kérdés állunk rendelkezésre. Hogyha mi volt a másik kérdés? Borsosan polgármester úr, igen, parancsolja. Borsosan polgármester úr, és a kérdést is képviselő úrtól. Mindenki számára ismert, hogy a egyéni választókerületek kialakítása tekintetében azért kompromisszumokat kellett kötni annak idején, és egyes körzet kialakítás tekintetében a szavazó körök vonatkozásában van, hogy a lakosságnak távolabbi szavazó helyre kell menni, mint amely a közelében van, illetve esetleg városrészegységekből kiemelnek utcákat és más területhez, egyéni választókerülethez csatolják. Ilyen például, ha megnézzük a Somogyi Béla, Szamos Szent László meg a Zsák utcának a szavazópolgárainak például a Mezei Virág oldalába kell eljutni szavazni, miha egyébként meg közelebb nem szavazókör. De ugyanígy mondhatnám, hogy a Bátori Fejedelem utcán lakóknak pedig a segítőkezek központja a Szent István utcára kell, pedig lenne a Bocskai utcán is ugye két szavazókör, ami közelebb lenne. Mivel jegyző úr hatásköre teljes mértékig a kialakítás, ezért fordultam hozzá, hogy a következő választások előtt lehet ezt talán orvosolni, vagy mennyire nyitott ebben. Jegyző úr arról tájékoztatott, hogy nem csak lehet, hanem kell is. Felsőbb szervtől egyébként kapott erre vonatkozóan
utasítást, információt, hogy a későbbiekben, miután már majd tisztázódik, hogy Püspökladány lakosságából ki ki lesz szavazó. Sajnos azt mindenki tudja, hogy a lakosság létszáma az csökkent, tehát valószínű változni fog a szavazásra jogosultak száma is. Tehát úgy gondolom, hogy a későbbekben, és jegyző arra tájékoztatott, hogy egy szeptemberre datálódik, hogy akkor kerülhet sor ennek az áttekintésére. De jegyző úr kiegészít, ha kifelejtettem valamit erről a megbeszélésre. Megadom a szót jegyző úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr, nem kiegészíteni akarom a polgármestert, csak annyi információt akarok mondani, hogy 2023. szeptember 1-i lakosság számot a Nemzeti Választási Ügynek október 15-éig kell átadniuk a helyi választási ügynök részére, és a helyi választási ügynöknek 3 munkájuk lesz. Ezzel összefüggésben október 31-ig közzé kell tenni a megválasztható képviselők számát, míg november 30-áig ki kell alakítani a szavazóköröket és a választókerületeket. A szavazóköröknél azért arra figyelemmel kell lenni, és a korábbi szavazókörök kialakítása is azért történhetett meg úgy, ahogy a polgármester úr elmondta, mert a törvény szigorú tól-ig választópolgár számot állapít meg, hogy hányan tartózkodhatnak egy szavazókörben. Ha egy területi fizikai egységben lakó választópolgároknak a száma ezt túllépi, akkor bizony darabolni kell a megszokott részeket. És arról beszéltünk a polgármester úrral, hogy mivel sajnos az elmúlt években csökkent Püspökladány város lakosság száma, ezáltal a választópolgárok száma is, ezáltal valószínű, hogy lesz arra lehetőségünk úgy kialakítani a szavazóköröket, hogy ezek a korábbi, úgymond anomáliának tűnő fizikai eltolódások egy kicsit rendeződjenek. A szavazókörök kialakítása ellen, amit ki kellett függesztenünk majd 15 napig, a területi választási irodához lehet fellebbezésbe nyújtani. A választókörök kialakítása ellen pedig a törvényszékhez lehet majd fellebbezés kialakítani. A választókerületek 8 választókerület lesz Püspökladányban, és az a szabály vonatkozik a kialakításukra, hogy a számtani átlagtól mínusz 15, illetve plusz 15%-kal lehet eltérni lakosság szám vonatkozásában. Tehát a lakosságnak 2023. november 30-át követően lehet figyelnie, közé fogjuk tenni mind a szavazókörök, mind a választókerületek kialakítását, és ezek döntés ellen a megfelelő jogorvoslatok is rendelkezésre állnak. Lényegében ezt egyeztettük át a polgármester úrral. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Másik körös kérdések. Bocsánat, parancsolj! Köszönöm szépen, polgármester úr! A diákunk a nagyon fontos, szerintem is. Részben azért, hogy megadjuk a diákoknak azt a lehetőséget, hogy ilyen munkatapasztalatot szerezzenek a munkavégzési helyen az alatt a 2-3 hetes időtartamban. Valóban ezzel kapcsolatban érdeklődtem, hogy mi várható, de nagyon jól emlékszem, még járási hivatalvezető koromban is az utolsó pillanatban kaptuk meg a kormányhivataltól azt a fajta keretet, amely akár létszámot és az összeget tekintve erre fordítható, és itt is majd valószínű június első felében érkezhet olyan információ, amiről későbbiekben be tudok számolni. Bízunk benne, hogy lesz. Köszönöm szépen. Én mondom, hogy szabad hozzáfűzni, az előző évek tapasztalata magam is nyomon követtem a diák munka lefolyását, a tevékenységüket. Úgy gondolom, hogy egyik dolog az, egy fontos dolog, hogy munkatapasztalatot szereznek a fiatalok, másrészt viszont hasznos munkát végeztek a város különböző területein. Bízom benne, hogy lesz, és igyekszünk most is olyan szinten segíteni a előkészületi koordinációt, illetve magát a tevékenységet is, hogy ebből diákon túl a város is, város intézményei és város egész is profitálhasson. Tehát hasznos is eredményes volt az előző évek ez irányú a diákok által végzett munkája is, ennyiben kívánom megerősíteni, de pontosabban ugyanez a véleménye, mint a polgármester mondott, hogy bízunk benne, hogy lesz lehetőség. Remélem, hogy a kérdésekre választottunk. Vélemények, javaslatok, aki kíván mondani, legyen kedves jelezze.
Balázs Sándor képviselő a véleményhez, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A polgármester úr beszámolójának az elején hosszasan beszélgetett egy szép kis rendezett településről, ahol milyen jó volt részt venni a rendezvényen. Én is nagyon szeretnék egy szép kis rendezett településen élni, és én úgy gondolom, hogy ezért mindenkinek tenni kellene. De amikor polgármester úr abba az irányba vitte a gondolatát, hogy ez a település úgymond kiközösítette maguk közül a rendbontókat, hát ezzel én nem értek egyet. Ez, én úgy gondolom, egy kirekesztő magatartás. Én nem tartanám helyesnek ezt az utat követni. Én azt gondolom, hogy ezeket az embereket, hogy is mondjam, vélemény formálni kell. Régebben polgármester úr ebbe az irányba vitte a gondolatait, most valami miatt ez megfordult, nem tudom mi az oka, de maradjunk abba, hogy nem kirekeszteni kell, hanem közösséget kell formálni. Visszatérve Vida László TRV-s úrral folytatott beszélgetésre, igen, valóban én is látok pozitív elmozdulást, de én a pozitív elmozdulást a technológiával látom, ugyanis ezzel a technológiával sokkal tartósabban lehet javítani az útfelület hibáit, és ennek örülök. Aminek nem örülök, hogy sok helyen elvégezték ezt a javítást, de ott hagyták a felszedett beton nagy részét, tehát ennek az elszállítása folyamatban van. Én a mai nap folyamán kérdeztem a városi szemléltetőt, bár igazából sok közük nincs ehhez, de én személy szerint magam is elszállítom a betontörmelék lerakóhelyre ezeket a törmelékeket, ha ezt nem fogja mindenki lopásnak minősíteni, mert nem magamnak tulajdonítom el, csak a közterületről viszem el. Harmadik sorban beszélt polgármester úr arról, hogy milyen jó, hogy ilyen sűrűn megállnak a vonatok. Valóban nagyon jó, nagyon sok embernek jelent ez könnyebbséget és örömöt. A probléma ott kezdődik, hogy ez csak decemberig tart. Tehát decembertől újra korlátozva lesznek a vonatjáratok Püspökladányban. Nem tudom, milyen jellegű információ jutott el a hivatalhoz, hozzám jutott és megfelelő forrás volt, de hát én azt gondolom, hogy már most föl kell készülni erre az időszakra, hogy ez így is tudjon maradni. Én ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Engedjen meg képviselőjére, hogy reagáljak. Amikor egy rendezett és nagyon kulturáltan működő településről beszélek, akkor azt mondom, hogy ott a kirekesztés az nem azt jelenti, hogy fizikailag kirekeszte magából a közösség az ilyen embereket, hanem azt a tevékenységet ekeszti ki, illetve azt a közösség elleni viselkedési formát ekeszti ki, ami a lakosság többsége számára nem kívántos, és valahogy rá tudják győzni, presszionálni tudják azokat a lakostársokat, akik a nem kívántos cselekedetet tesznek. Itt nálunk akár a lomtanítás kapcsán mondott példákat, meg a mindennapok szintjén a rongálások, a szemetelés, heti tájékoztatóban rendszeresen visszatérek erre, nem tudom, ki követik ki, nem a televízió adásait nagyon sokan követik, tudtommal, és nagyon sokan reagálnak is rá. Én gondolom, hogy talán nekem nem úgy ismerek, hogy kirekesztő vagyok, eléggé internetívnak ismernek sokan, hát lehet, hogy képviselő másképp is, mert nincs ezzel semmi gond, de magam is arra gondolok, hogy akkor, amikor ezeket a nem kívántos jelenségeket úgymond változtatni kell, vagy ki kell rekeszteni ezeket a törekvéseket, illetve ezeket a megnyilvánulásokat, nem a fizikai kirekesztésről van szó, az én személyem túl a gondolkodásmódomtól, aki ismer, hogy nagyon távol áll, viszont rengeteg tennivaló van. Városunkban úgy ítélem meg, én a 7-7 napján kapom a megkereséseket, és nem csak a városbejárások alkalmával, hanem bármikor és bárhol megállítanak. Ez vasárnapi közterületen végzett munkám kapcsán is igaz, hogy jönnek hozzám, javaslatot tesznek, miért nem mással csináltatom, miért én csinálom, miért én viszem el a TLV után az aszfaltot a lerakóra, és a többi, és a többi. Én is egy ilyen, hogy el szoktam vinni, ugyanúgy közelebbi kötök benne. Sok olyan munkát végzünk, ami nem az enyém lenne, nem személy szerint az enyém, de úgy gondolom, hogy egy közösség attól közösség, hogyha akár a közterületeink, akár a közösség érdekében kicsit többet vállal, mint az átlag, vagy azok helyett is vállal, aki egyébként fizikailag, vagy koruknál fog, vagy egészségügyet nem tudják megtenni. Tehát a kirekesztés az, aki engem ismer, nem fizikai kirekesztés jelent, hanem azt a mentalitás, hozzáállást, illetve egyedért a képviselő, hogy a közösségi formálás, vagy a szemlélet változtatás, amit mondjam, bocsánat, már lassan rongyosan beszélem a szám hetek, hónapok óta, akár a hulladékkal kapcsolatos elmúlt időszak ténykedése után is. Ezt én így értem, és egyes értem, azt hiszem, de lehet, hogy a megnyilvánulásom az félre érthető volt. Helyén való, hogy ezt helyre tudjon tenni. Köszönöm szépen. Mi volt a harmadik?
Bocsánat, mi volt a harmadik? TRV van tennivaló, bocsánat, képviselőnek már megválaszoltam, hogy TRV-nél van tennivaló bőven. Így van, meg a vonat, hogy nem tudom. A vonatról, bocsánat, igaz, elnézést, nem írtam fel. Hivatalos információ nincs irányomban. Szóbeszéd szintén én is értesültem róla, de szóbeszédekre nem tudok reagálni. Egyébként az elmúlt év végén, lehet, hogy itt a testület előtt nem jött, de több hónapon keresztül, hát finoman fogalmazva, nem volt egyszerű az a 20 településsel történő egyeztetés és fórum, stb. Ami folyamatot végigvittünk mi magunk, illetve munkatársaink, illetve magasabb szinten képviselő urak, amit tettek. Ha konkrét információ van, nyilvánvalóan fogunk erre reagálni. Bocsánat, ilyen szintű információkra még nem tudok ide érdemben lépni. Bízom benne, hogy nem így lesz. Mert mondhatni, hogy ilyen szinten a Ladányi vasútállomás, illetve a Ladány megközelítősége általában felül jó, hogy bízom benne, hogy ez meg is maradhat. De nyilván figyelme kísérjük az esetleges fejleményeket. Tavaly is voltak ilyen jelzések, aztán sikerült megoldást találni, bízom benne, hogy most is sikerül. Valószínű, akikkel tavaly úgymond együtt tettünk jelzést, illetve kezelődést ennek érdekében, itt már megvannak azok a kontaktok, ami alapján akár gyorsan tudunk közös felvetést tenni, vagy reagálni. Épp a tavalyi tapasztalatok és a keserves együttműködés, illetve együttmunkálkodás tapasztalatai kapcsán figyeljük a fejleményeket. Köszönöm képviselő úr a jelzést. További véleményt, javaslatot kívánnak-e mondani? Nem kívánnak. Akkor a pagánás jelentés lezárásra kerülhet. Kérem szerkesztőtársaimat, hogy megfelelő gomb lenyomásával formáljanak véleményt a pagánás jelentés tartalmáról. Szavazás eredménye 9 igen és 2 tartózkodás mellett a polgármesteri jelentés tartalma, illetve a kiegészítések együtt elfogadásra került. Köszönöm szépen. SMS-ünk szerint kérdések felvetésére kerülhet sor. Parancsoljanak szerkesztőtársaim. Varga Zoltán bizottság elnök úr kérdez, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az egyik kérdésem az lenne, hogy a korábban beszéltünk itt a birkózócsónaknak a könnyékének a helyreállításáról, és akkor ezt a polgármester úr, hogy folynak az egyeztetések a kivitelezővel. Ezzel kapcsolatban van-e előrelépés? A helyszínen még nem látszik, de lehet, hogy a háttérben. Nem bizony. Igen. Erre szeretnék választ kapni, illetve elhangzott az ülés elején, hogy jövő héten várhatóan lesz soron kívüli testületi ülés az óvodával kapcsolatban, és azt szeretnénk kérdezni, hogy mivel a lakosságot igen nagy számban foglalkoztatja ennek a kérdése, hogy van-e akadálya, hogy a televízió esetleg ezen a testületülésen részt vegyen és szélesebb körben tudjon az ott elhangzottakról tájékoztatást adni a lakosságnak. Köszönöm. Balázs Sándor képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én 3 témakörbe tennék föl kérdést. Az egy első, és szerintem égető, az, hogy Püspökladány zárt kertben önkormányzatunknak több területe van, és nincs művelés alá vonva. Jelen pillanatban derékig ér a kaszáló. A környező gazdák ezt rossz néven veszik, hiszen fújja át a szél a magot, és ez így nem jó. Teszünk-e, vagy mikor teszünk ebben, is kérdezni. Második körbe kérdezném a temetővel kapcsolatban, hogy amikor megemeltük a temetési szolgáltatási díjakat, tudomásom szerint akkor történt egy szavazás abból kifolyólag is, hogy a fűnyírás során keletkező fű aprítéknek az eltávolítása a sírokról a fűnyíró feladata, nem pedig a lakosságnak kell a sírokat megtisztítani. Ennek nem tesz eleget a temető, mai napig sem, és a rászárat, mivel nem mindenki tudja napi szinten látogatni a hozzátartozót, ha ez a fű odaszárad, ezt borzasztó nehéz eltávolítani, és ezt többen sérelmezték. Tehát én arra lennék kíváncsi, ha emeltük a díjat és azt a részt betartjuk, a másik oldalát miért nem tartjuk be ennek a történetnek. Tehát erre egy majd választ kérnék. Illetve a harmadik kérdésem az az egészségügyi rendelő intézetet érinti. Ugyanis az intézményt látogatva
több olyan útbaigazító, vagy legalábbis tudást átadó táblával találkozunk, amelyik szerintem már idejét múlta, nem aktuális. Én azt gondolom, hogy ezeket a táblákat aktualizálni kellene, tehát csak azok a táblák maradjanak kint, amik aktuálisak, és én azt gondolom, a tartalmát is szerintem egyszerűsítve kellene a lakosság tudtára adni. És én azt gondolom, hogy ez például a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezt felügyelhetné, hogy ebbe ilyen irányú elmozdulás történjen. Tehát én ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. Kizimon képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az egyik kérdésem arra irányulna, hogy igaz-e, hogy a Zrínyi utcai óvoda értékesítéséről folyik egyeztetés. Egy igen, nem, nekem elég pontosan. A másik pedig egyik választópolgárok jutatott el hozzám egy posztot, amiben arról számolnak be, hogy Ausztriában a Salgoroknál az egyik város kezdeményezte, hogy egy teljes hónapig nem vágják le a füvet, és megnézik, hogy utána mennyire fog elborjánzani a városban ez a dolog. Már csak azért is, mert ugye vannak bogarak, meg egyéb állatok, jószágok, amik ebben nagyon jól érzik magukat, és azt szeretném megkérdezni, hogy a püspökladányi városa csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, mert ugye itt is azt ugyanezt tapasztaljuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, értem a kérdést, és fog csinálni. Nem, nem vicces. Van, akik nincsen, nem képviselők hoztak hozzá. Mindjárt reagálok rá, ráadásul hozzám közel állok. Én ezeknélnőként nagyon szívesen reagálok erre. Jó, nem látok további kérdést, kérdések sorát lezártam. Birkózó csarnok ügye, Varga Zoltán képviselő úr. Legutóbb, igaz, már másfél órája volt, hívtam Dragány Csabát, ma reggel is természetesen. Tegnap a irodamunkatársaival egyeztettem. A múlt héten szabadsága volt, hogy természetesen Erdős Tamással és Dragány Csabával is egyeztettem ez ügybe, tehát egy kicsit mondja azt, hogy lehetetlen helyzetben érzem magam ebben a szituációban, ugyanis a műszaki átadás átvételi folyamat megtörtént, amikor tájékoztatást adtam, adtunk róla, azzal, hogy bizonyos teendők még vannak a tényleges átadás előtt, és ezek a teendők még nem valósultak meg. Időközben arról értesültem, hogy a kivitelező, és akkor tájékoztatom a közvéleményt, nem Püspökladány városa a kivitelező, hanem az a budapesti szervezet, aki az ilyen állami feladatokat ellátja. Ő képviselője Dragány Csaba projektmenedzser, korábban a BMSK szervezeti keretein belül ment, most egy más konstrukcióban működik ez, illetve van egy cég, aki a kivitelezést végzi, az ő munkatársakkal is úgymond folyamatos az együttműködés. Legutóbb arra tájékoztattak, hogy az építési hatóság azért nem adott ki használt videnget, más kifogások nincs, de egy sorompót kell kialakítani, megvalósítani a épített parkoló előtt. Utána nézettem, mert engem is bosszant a dolog, hogy a hosszan elnyúló időszak egyeztetése és szakadós egyeztetés során előírták ezt a sorompót. Hát így nincs benne, de van egy olyan mondatrész egy bizonyos bekezdésben, ami egyik utolsó mondatrész által bele lehet érteni. De innen csak ezen nem vagyok arra jogosult, hogy bíráljam az építési hatóság ezzel a jutánkedését. A kivitelező, illetve a építető együtt kereste fel a Hajdú-Bihar megyei építési hatóságot. Mindketten arra rájöttek, hogy ennek ezt meg kell valósítani. A múlt héten azért keresett engem a kivitelező cégvezetője, hogy segítsünk már abban, hogy találjunk itt helyi vállalkozót, aki erre árajánlatot ad. Én megadtam, távol voltam, nem voltam fizikailag jelen, de természetesen rendelkezésre álltam ebben is. Megadtam a Elek ügyvezető úr számát. Ő korábban, ma úgy tudom, adott is árajánlatot cégszinten, de nyilván lehet más is. Tudtam, ma hétfőn egyeztettünk utólag, erről hétfői téged az úr nem keresett, pedig eltett egy hét köztem. Tehát még egyszer mondom, a építető és a kivitelező között pattog a labda, csak a szenvedő fél mi vagyunk, mert rám mutogatnak ott az emberek, akik közben kaszálni kéne, egy kis fa már is száradt, de még építési területről van szó. Közben azok a munkák, amiket a visszakátadási folyamat kapcsán még elrendeltek, azok még nem valósultak meg. Hozzáteszem még a járda és a vízvezetés, nem egyeztetünk benne, ugyanis teljesen egy álláspontot képviselünk képviselőúrral, de ebben még mindig nem történt lépés. Többek között azért kerestem ma 9-kor is a telefonomat, a hívást is, tehát nem tudtam beszélni az úriemberrel, mármint a projektvezetővel, délután ismerőt nem fogom forszírozni, mert számunkra nem túl kényelmetlen a szituáció. Pedig még egyszer mondom, nem a mi kezünkben a kulcs. Legalábbis én ismertem szerint. Irodatod azt, hogy segítsen nekem, hogy lehet ezt a helyzetet kezelni, hogy tudnám kimutatni a holpontról, mert nekem ennyi nem sikerült.
Tehát a BMSK, aki a munkák megrendelője, az építető, neki van projektmenedzsere, van ugye kiválasztott kivitelező, akiknek a működési engedélyát, vagy a használatba vételi engedély átadásáig minden feladatot meg kell csinálni. Jelenleg mi is többször is megkerestük a projektmenedzsert, a kivitelezőt, anyagi problémákra hivatkoznak, de azokat a munkálatokat, amit itt többször is már képviselők felvetettek, járda összetörés, azaz, nem nagyon látjuk, hogy szeretnék megcsinálni. De addig pedig a működés, vagy a használatban vételi engedélyt nem tudják megkapni. Tehát ha hozzánk fordulnak valami segítségkéréssel, abban segítünk, viszont amit nekik meg kell csinálni, hiszen közbeszerzési kiválasztásban vállalták ezeket a feladatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor nagyjából ugyanazt mondtuk, és nem tudok túllépni, nem biztos, hogy nekem napi szinten kéne ebben nyüzsögnöm, de egyszerű. Nagyon bosszant, és nem tudok túllépni ezért, én azért kerestem ma reggel is a projektvezetőt. Tegnap Bálint Béla kollégával egyeztettem erről, napi szinten itt tiprodunk ezen, közben kapja a kritikát, hogy ugyan miért nem. És még egyszer mondom, nem amit ért felünk, hagytam még mindig a labda, sajnos. Minden megteszünk az időjében, hogy ezt a holpontot kimozdítsuk, mert szeretnénk már egy ünnepélyes átadót is tartani, illetve a birkózók szeretnék használni venni. Ők is elég gyakran megszólítanak, hogy miért nem lépünk már, nem tudok többet lépni, nincs eszköz a kezemben egyelőre. Keresem a megoldást továbbra is. Említettem, hogy soron kívül testületülés kívánok összeírni az egyeztetet, amivel mai nap a sikerült időpontot egyeztetnünk jövő héten. Úgy gondolom, hogy eddig is minden soron kívül ülés is nyilvános volt, semmi ebben ajánlnak, hogy nyilvánosság előtt tárgyunk erről, nem az átülés volt. Jegyző, nincs ilyen terv, bennem nem merül fel, inkább rákérdezek, nehogy valami félrejtés. Nem ez volt a ülés, csak hogy a televízió visszajöttem rajta. Fogok kezdeményezni a Standard TV felé, aztán majd ebből döntés születik. Én életem nyitott könyv, az én életem majd nyitva van, úgyhogy nekem nincsenek titkai, gondolom a testületnek sem. A lakosság ugye érdeklődik, és a lakosság azt mondják egyszerűen, nem nézik a tévét, érdekes mondom, mégis nézik a tévét. A lakossági fórumot tartunk, vagy szülői fórumot tartunk, nevelőtestületi fórumot tartunk, minden fórumot igyekszünk kihasználni a tájékoztatás érdekében. Esetleges félretájékoztatás érdekében, mert bizony érdekes tapasztalatai voltak a szülői fórumon is, hogy hát bizony nem ezt gondolták, nem ezt hallották eddigi tájékoztatás alapján, örülnek annak, hogy teljesítő tájékoztatásra volt lehetőség. Tehát minden tekintetben igyekszünk korrekt, nyilvános módon tájékoztatni mindenki számára, és minden esetleges kételyt eloszlatni, nem a város és a városlakok és a igényvevők ellenében, hanem az érdekükben feszülünk meg azért, hogy jobb helyzetet tudjunk teremteni. De ezt gondolom képviselő is tapasztalta, ott volt ezen a bizonyos szülői fórumon. Pont azért gondoltam, hogy jó lenne, hogyha itt lenne a televízió, hogy akkor így is tudnánk tájékoztatást tenni. Zárkert kaszálás, igen. Én arra kérem a Városfejlesztési Bizottságot, hogy ezt legyen szíves követni. Magam is tapasztaltam egyébként, így van. Egyébként, ha valaki kíváncsi, legutóbbi tegnap reggel utcára bejártam például az Újtelepi városrészt, hát bizony ott is vannak olyan, akár Fazekas Mihály utca, mondhatom házszám szerint is, tulajdonos szerint is mondhatom, hogy milyen állapotok vannak, de mondtam Bartók, stb. Több olyan ingatlan van, ahol tűrhetetlen állapotok vannak, és bizony önkormányzat szintjén a zárkertekben is vannak ilyen területek. Az a kérésem, hogy ezeket, mint minden egyéb ilyen kaszálásra kapcsolatos ügyet, amit a átadáshatás körül a bizottság tárgyal, legyenek kedvesek ezt napon előtűzni minél hamarabb. És igyekezünk ebbe lépni, vita nincs köztünk, hogy ezeket rendben kell tartani tulajdonos kötelességgel. Bár a tulajdonosok helyett nagyon sok mindent megcsinálnak ebben a városban, mert az a legnépszerűbb, hogy csináltassa meg a város a 1998-as rendelettel ellentétben a köszönheti kaszálásra tükezze sok minden mást. Pedig a lakosságnak is lenne kötelessége, és többek között ezért sem, nem magyarázkodás, ezért sem érünk végére a közös feladatainak, mert sok mindent mások helyett is meg kell csinálnunk annak érdekében, hogy adott közeg, közösség állapota az viszonylagos elkezdettség mutasson.
temető fűnyírás, ebben sincs vitánk, tavaly is, tavaly előtt is, csak az előző ügyvezető ebben valahogy nem tudott azonosulni az álláspontommal. Fűnyírás után a sírok környezetének rendbetétele is következik. Ez nem azt jelenti, hogy csillivillire fokefével kell minden sírt a nyírás után helyreállítani, de egy kasszás, egy seprűs, azt hiszem igazatól már tavaly is ez volt az egyik mániám, a patkák tisztantartásán túl. Az idén is, de megadom a szót, hogy ez miért nem sikerül, illetve én úgy tudom, hogy részben sikerül, de természetesen vannak olyan igények, vannak akik úgy gondolják, hogy azzal, hogy megváltották egyszer a sírt 25 évre, 25 éven keresztül a sír környezetében patent állapotokat fog tud tartani a temető. Egyébként pillanat, még fél mondat elég igazatól. Én idén már többször egyeztettem a tekintetben, hogy aki temető sír gondozást kér, máshol van ilyen szolgáltatási lehetőség, annak van egy díja, egyszerű díja, számomra meglepetés, hogy milyen díjakkal dolgoznak mások. Felvetettem igazatól felé, hogy ilyen kezdeményezéssel lehet el felüljük fordulni. Egyelőre tudtam, már nincs ilyen, de reagálj rá, légy szíves, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, ahogy korábban megállapodtunk, illetve beszéltük is, én úgy gondolom, hogy igyekeztünk és igyekszünk is mai napig teljesíteni az általunk felvett dolgokat. Ahogy már korábban is elkezdtük a fűnyírást, ugye jelenleg a temető területénél egyébként negyedjére nyírjuk körbe a füvet. Úgy, ahogy beszéltük egyébként, két kollega megy folyamatosan a fűkaszások után, nyilván a fűkaszások gyorsabban haladnak, mint a seprűsök. Megmondom őszintén, hogy május végén járunk, június elején, sem hozzám, sem pedig a temetőben nem érkezett, sem szóban, sem pedig írásban olyan jelzés, hogy esetleg a síroknak az állapotával kapcsolatosan, illetve a fűnyírás utáni teendőkkel probléma lenne. Természetesen én úgy gondolom, hogy én is nyitott vagyok rá, illetve kint a temetővezetője is nyitott rá, illetve a kollégák is, és igyekszünk természetesen mindent megtenni annak érdekében, hogy ne legyen ebből probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyébként én magam legutóbb vasárnap délben voltam temetőben, természetesen is meglátottak, hogy pedig én is három vagy négy sírt, a tágabb család sírét is embetettem, én is kiviszem a kis fűnyíromat, vagy a kis kaszámat, meg a kapámat is kiviszem. Vannak, akik úgy gondolják, hogy egyszer megváltották a sírt, akkor a következő két és fél évtizedben akkor legyen rendben a síruk. Szerintem ez nem működik így, nem is fogjuk tudni ezt bevállalni. Az, hogy a nagyobb területek kaszálása az történik, bizonyos a csapadékos idő miatt vannak csúszások, nem első alkalommal történik kaszálás. Az, hogy ha képviselő tudom, hogy ön is hányszor, négyszer nyílt eddig föl, gondolom, mint én otthon. Eddig képviselő is gondolom, négyszer nyílt otthon fület, mint én. Egyszer. Nem nagyon jó, de akkor a fiam már négyszer levágta, én saját magam szoktam már négyszer, hogyha a negyediket csináljuk, akkor is bizony van tennivaló, kapacitásaink függően tesszük, de én megerősíteném azt, amit a temetőben dolgozó kolléganő irányába a lakosok tettek kérdésé, be lehet vinni a fűnyírót, igen, be lehet vinni a fűnyírót, és ki a saját környezetét is rendezheti, annak égvelő semmi akadály nincs, mert arra nincs kapacitás, hogy minden igény kielégítően, és mindenki elvárásai szerint, például mondjuk az én elvárásaim azt mondják, hogy én túlzott elvárásokat támasztok, lehet, hogy átlagnál igényesebb vagyok ezekre, de azt nem tudjuk bevállalni, szerintem a más üzletet sem tudja bevállalni, hogy olyan szintű rendet tartson, mint ahogy sokan elvárják, úgyhogy nyugodtan ki a saját környezetében is ténykedhet, azon túl, hogy a városvezető teszi a dolgát. Az, hogy vannak, én is tudok találni képviselő úr olyan telefonos képet tudok mutatni, amiben van probléma. Higgyél, az én telefonon több ilyen problémáról van, fénykép, mint az önében. De van probléma, igen, igyekszünk ezzel kezelni. Az látványos dolog, és sokszor népszerű is, hogy itt meg a problémán oldják meg. Oldjuk meg együtt, pontosan a közösségformálásról beszélgetünk, vagy a szemléletformálásról, meg a közös cselekvésről beszéltünk már sokat. Itt az elmúlt, sokan mondják, én ezt nem minősítem, hogy talán városban túlzottak az igények, jelezzük a problémát, és oldja meg valaki. Ez nagyon elterjedt az elmúlt években, gondolom, hogyha nagyobb lenne az összefogás, együtt gondolkodás és a közös cselekvés, akkor többre jutnánk, mint hogy jelezzük a problémát, hogy oldja már meg valaki, csinálja meg valaki. Rengeteg ilyen felvetést kapunk, igyekszünk. Balázs Sándor képviselőről. Észrevétellel élnék, hogy félrevittük a témát. Én nem arról beszéltem, hogy a lakosság nyírja, hogy ne nyírja a füvet. Én arról beszélek, ha tiszta a sír és füvet nyír a városüzemeltető, és fölveri rá a gazt, azt seperjék le.
ne vigyük félre a témát, ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően ebbe egyezzünk meg. Az, hogy ki visz ki fűnyírók, mi ki nem, az egy másik történet, illetve arra is felhívnám a figyelmet, hogy sok sír között nem fér el a fűnyíró. Konkrétan tudok területeket megnevezni, de ezt tudja igazgató úr is. Attól a lakostól mit várunk, ahol még egy fűnyírót se lehet eltolni, és nem felel meg a sírkiosztás jelenlegi törvényben leírt feltételeinek, de ebben nem menjünk bele, majd eljön az ideje, amikor ebbe is bele kell mennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mivel szóba került, mondom a saját gyakorlatomat, az enyém működik. Kiviszem a kis kapát, és akkor a kapával levágom azt a kis csíkot, gyomcsíkot, ami a késír pereme között, mondjuk a 5-10 centis kis csíkban van. Esetleg, ha kíváncsi a képviselő, akkor a saját gyakorlatot mutatom a szüleim, nagyszüleim sírő környezetében működik, és nagyon sokoknál működik, vannak, akik ezt felvetéssel élnek, vagy interpellálnak, mások meg megteszik. Én azt kértem, hogy minél inkább tegyük meg ezeket a dolgokat. Nyilván, ha felvegyük a sírra, nekem ez ugyanígy problémát okoz. Azért rendeltem el már tavaly, idén is mondjam már mániákus vagyok ebben, hogy söpörjük le. Kaszás, söprés, kaszálás, söprés, pont. Hiba lehet benne, én is tudok ilyen fotót mutatni, hogy mégis úgy sikerült, ahogy el van rendelve. Nagyobb figyelmet kérek, mi is jobban figyelünk rá, pont. Egészségintézmények idejét múlt infotáblák, javaslat hangzott el, hogy a Egészségbizottság ezt nyomon követhetné. Volt szerencsém a bizottság ülésen részt venni kedden, mintha ez napirendelés lett volna, és a bizottság ezt a dolgát tenné is. Jól emlékszem, elnök asszony? És igazgató úr, jól emlékszem, ez napirenden volt kedden a bizottság ülésen. Akkor köszönjük szépen a figyelemfelhívást, a bizottság teszi a dolgát. Úgyhogy aki jelen volt, tudhatja, és mondom, hogy ott a felvetés is, és a válasz is megérkezett. Úgyhogy szerintem ez így a bizottság megelőzte a felvetéssel lévőt. Kis Zsigmond képviselő, az Innyúszai oldi értékesítése, valamit megint olyat hallottam, amiről én nem tudok. Én egyelőre nem tudok róla. Okay. Én nem tettem ilyen kezdeményezés, ha netalántán lát ilyen hirdetést valahol az én aláírásom, vagy az én Facebookon, amit egy éve nem néztem, mert én nem érek rá Facebookhoz, mert nekem dolgoznom kell, vagy legalábbis a város ügyeibe ténykedni. Ha van ilyen, akkor legyen kedves segíteni, és a gondolásom, hogy hol tettem ilyen közzé ilyen dolgot. Nincs, tudtam van. Tudom, hogy vannak idegen felröltetett hírek. Nem akarok tovább folytatni. Ausztriai példa. Lehet, hogy képviselő rosszul olvasta a hírt, én is olvastam természetesen. Ausztriában ugye sokkal magasabb szintű környezetadatosság, mint nálunk. Környezetmérnökként hadd picit más olvasatban adjam ezt a hírt. Ott az a lakosság többségi véleménye, hogy legyen kulturális és rendezett a környezet, infrastruktúrás állapotok is lényegesen jobb állapotban vannak, de azt is elvárják már, hogy ne egy időben prompt nyírják le a füveket, mert többek között a fűnyírás és a füvek között lévő virágok, egyebek, a megpózó és hasznos rovarok, így ilyen nagyon hasznosak ezek a kis rovarok, amelyek időnként egyeseknek problémát okoznak, de másik oldalon meg a biodiverzitás szempontjából mérhetetlen fontossággal bírnak. Tehát arra is figyelnek már az országok magasabb szintű környezettudatosság mellett, hogy a füveket nem azt jelenti, hogy nem nyírják, hanem időnként kihagynak olyan területekre, ahol ezek a rovarok átmenetileg mondjuk virágzó növényekhez jutnak, és időnként bizonyos területeket késleltetnek. Nem egy időben nyírják le, és ezek a rovarok ilyenkor egyik úgymond kis mélylegelőről, virágosról másikra tudnak átszállni és vissza, ezzel is erősítik azt a folyamatot, amiben a megporzó rovarok, illetve ezek a biodiverzitás szempontjából fontos élőlények számára jó feltételt teremtenek. Osztrákok már ilyen szinten vannak, és nem azért hogy miért 3 centis a fű, hanem azért, hogy ezek a életközösségek is hatékonyabban működjenek. Legalábbis én ezt olvastam, ezt a hírt, hogy is kérdezte, hogy Ladány ebben részt vesz-e, nem vesz részt. Ismereteim szerint második, harmadik és negyedik körös fűnyírás van napirenden. Van, aki még nem nyílt egyszer, se tudom, bocsánat, nem mutogatok, mert tudja mindenki, hogy ki nem nyílt még se egyetlen alkalmazási füvet, vagy gondolják, akkor 20-30 fotón is mutatok olyan ingatlanokra, még egyszer sem nyíltak füvet. Jegyzőnek lassan az agyára megyek, ugye, hogy állandóan piszkálom ezekkel a felhívásokkal. De van, aki elkapja a felhívást és ingerülten válaszol rá, én is tanulja voltam már ennek, de nem akarok személyeskedni, úgyhogy gondolom, hogy mindenki tegye a dolgát.
mint ahogy Földesen Kismitropányán mondta, mindenki végez el a saját maga dolgát. És akkor nem itt tartanánk, hogyha mindenki a saját dolgával foglalkozna, és utána a közösségével, mint fordítva. Úgyhogy nem veszünk részt ilyen programban, de maga az a dolog, ez egy más környezettudatos hozzáállás mellett igen hasznos tud lenni. És egyébként én, ha odáig fejlődnék, akkor nem tartanám rosszak, hogyha ilyen programban mi is részt vennénk. Itt még van ennyit rehány, vagy nem elvégzett munka, hogy ez a probléma még nem ilyen szinten merült fel. Éreztem a pikét felvetést, de szakmai válasz pedig engedje meg, hogy így mondjam, ezt tudom röviden ráválni. Köszönöm szépen. Interpellációkra a régiek, ugye? Először. A múltanokban is voltak interpellációs felvetések, viszont valahogy én összepakoltam, de mindjárt megkeresem. Az elmúlt testületülésen Varga képviselő távol kellett, hogy legyen, jelezte időben a távolmondási szándékát, csak akkor nem volt lehetőségünk az interpellációval foglalkozni. Április 17-én kelt interpellációs válaszra kérném képviselő úr észrevételét, edzői csarnok műszakátlási folyamatról kérdezett márciusban. Nekem egyébként jelezte, amikor az április testületülésről távolmondásra volt szó, hogy elfogadja ezt, de nyilván ezt formálisan most tudom megtenni. Akkor tekintetem, hogy elfogadta ezt. Igen, elfogadom. Volt egy másik interpelláció a márciusban, az pedig a pillanat főállású alpolgármesterrel kapcsolatos felvetés volt. Ezzel kapcsolatosan kérdezem álláspontját. Nem fogadom el. Nem fogadja. Képviselő úr, képviselőtestülethez fordulok. Ez a márciusban elhúzott interpelláció kapcsolatos választ, amit vadásztom szakosan és írt alá, hogy ezt a testület elfogadja, kérem, hogy most szavazzunk. Nyolc igen és három nem mellett a testület alpolgármesteri választ elfogadta. Köszönöm, és akkor térjünk át a áprilisban felvetett interpellációs kérdésekre. Ja, igen. Ezt kérdette fel. Igen, vagy másik oldalában. Jó. Kizsémor képviselő interpellált az elmúlt hónapban. Egyik jelzőtáblák helyezése ügyében erre május 15-i dátummal ment válasz. Kérdezem interpelláló képviselőtársamat, ki Zsigmondot elfogadja, illetve ezzel kapcsolatos észrevételét. Képviselő elfogadta a választ. Köszönöm szépen. És volt egy másik interpelláció, mégpedig a Csenkin Rampozati Művészeti Iskola csimmantat rendezvénye kapcsán, és azelőtt fűtést használtunk a hideg miatt a épületben, kérdezte, ki rendelte el, jeleztem, hogy én rendeltem el, mert meg kellett tenni. Kérdezem képviselő válaszát, elfogadja vagy sem, elfogadja, köszönöm szépen, akkor ebben testületet nincs további tendőlegetben. Akkor az új interpellációkra kerülhet sor, akik interpellációs kérdést kívánnak feltenni, azt legyenek kedvesek most jelezni. Balázs Sándor képviselő interpellált, parancsoljon. Köszönöm a szót, két témába szeretnék interpellálni. Az első téma a régebbi interpellációmra való visszatérés, ugyanis többször kértem, hogy ismét működjön a Sárét Kincse gyógyfürdő előtti közkifolyó kút, és így szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a kút működik, de a lábszelep használata továbbra is szükséges hozzá. Ez a műalkotás, amikor elkészült, mert hogy az, ezt így számolt be róla a helyi újságunk annak idején, egy folyamatos működésre lett beállítva, tehát egy folyamatos csordogáló vizet kellene ott látni, jelen pillanatban ezt a lábszelep megakadályozza.
Ami nekem probléma ezzel, az a bizonyos idézet, amit a Kútra annak idején valaki fölírt, és ez az idézetet én felolvasnám, mert gondolom nem szoktátok olvasgatni sűrűn, és ezt írja, ez a víz sejmes, mint a teli hold, tiszta, mint a lélek itt, az íze, mint a csók, s hevít, akár a szerelem. Hát ezt olvasva az emberbe felmerül, hogy igyon belőle, de ez a kútívásra nem alkalmas, mert 200 méter hosszan jön a víz, és egy pangóvizet beszélünk, amiben a baktériumok heveny tanyája található. Ha nem vagyunk képesek ezt a kutat megcsinálni, hogy folyamatosan csordogáló vizet adjon, akkor egy tájékoztató feliratot legyünk szívesek már kitenni, hogy ez a víz ivásra nem alkalmas. Mert ugyanis nem a szerelem fog hevíteni, meg nem a csók, hanem az orvosi rendelőbe fogunk előbb-utóbb bekerülni. Ez főleg az idegenek esetében gondolnám fontosnak, mert ilyen nincs kiírva. Tehát ez lenne az első. A második, az egy megint érdekes téma, azt gondolom, hogy a volt közkép telephelyét, ha valaki, mint zöld hulladék kiszállító látogatja, akkor az elmúlt időszakban egy, hogy is mondjam én, emberek ellen elkövetett bűntapasztalok volt. Ugyanis az történt, hogy a beton törmelékekre valaki leborított két teherautónyi fel nem használt vadonatúj aszfaltot. Ennek az értéke milliós tétel, ezt remélem nem vitatjuk el. Jelen pillanatban a városüzemeltetőnk küzd azzal, hogy a kártyukat betemesse, hogy megfelelő anyaggal tömje tele, drága pénzért megvesszük és hagyjuk, hogy a mi telepünkre ilyen, amúgy veszélyes hulladéknak még nem nevezhető dolgot helyezzünk el, mert ha nem használtuk fel, akkor az nem az, ha felhasználtuk meg az, ne menjünk bele. A lényeg az, hogy ki tud erről a két teherautónyi, két külön kopacba leborított aszfaltról, ki engedélyezte, kinek a tudtával, és miért nem használtuk azt föl. Ennyi a interpellációs kérdés. Majd írásra szépen, jó, hogy kutra írásba válaszadunk. A leborított aszfaltról nem tudok, nem én engedélyeztem, de ezt is nyilvánvalóan vizsgált tárgyat kell képezze. Írásban fogunk erre is reagálni, hogyha lesz információ, nekem pillanatban nincs hol információ. Elég sok mindenről tudok a városban, de erről speciál nem tudok. Jelen pillanatban, de ki fogjuk deríteni. Varda Zoltán, elnök úr, interpellál parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mint ezt tapasztaljuk, de inkább több a olyan nem betétdíjas üveg, amit nem tudunk hova tenni, vagy elég korlátozottan tudjuk elhelyezni. És azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy egyeztessen a bihari hulladék gazdálkodóval, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Petitelepi város részen kerüljön elhelyezésre egy szelektív üveggyűjtő konténer, hogy ott élők el tudják helyezni. A központban elhelyezett üveggyűjtő elég hamar megtelik, elég szűkös a kapacitása. Én azt gondolom, hogy indokolt lenne, hogy más területen is helyezünk el. A Petitelepi város rész egy elég nagy városrész, szerintem indokolt lenne, hogy ott is legyen egy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Írásban fogunk erre is reagálni. Egyébként 9 óra bihari következő társulás, hogy sok leszek természetesen. Bocsánat, akkor még két mondat engedjenek meg, bár nem itt a helye. Régi probléma az üveg. Azt tudjuk, erről korábban tájékoztatást adtam, és nekem a hulladék téma is közel áll hozzám, mert korábban szakértőként is dolgoztam, tehát ez az üveg probléma, ez nagyon megoldatlan, nem csak a bihari szintjén, hanem mondhatni, hogy nem csak nemzeti, hanem unió szinten is. Július 1-től új rendszer fog beállni, egyik nagy gazdálkodó szervezet Berkein belül lesz megoldva a hulladék gazdálkodás rendszere. Rengeteg kérdőjel van, legutóbb a Dahut közgyűlésen még semmilyen információt nem kaptunk, erről a képviselőtésre tájékoztattam. Most a napi rendek között van, figyelme fogom kísérni a mostani tájékoztatót. Vérmes reményeim nincsenek, hogy ezt az üveghelyezés problémáját is hamarosan meg tudják oldani. Pedig nagyon egyetértek képviselőre, mert én is visszaváltható üvegek között sajnos az én kamrámban is elég sok van, pedig úgy gondolom, hogy ennek helye lenne egy anyagába töltő hasznosítás, így mondja ezt a szakirodalom, anyagába töltő hasznosítás formájában, tehát újraolvasztanak, illetve újra üveget gyártanak belőle. Nem beszélve arról, hogy a üvegek egy része, hogyha csereszabatos lenne, mert szerintem bűn egy perzsős üveg, például annyi anyag van benne és annyi energia, mire ezt előállítják,
egyetlen egy pezsgőségek nem visszaváltható. De bocsánat, nem akarok ennek a részre menni, mert ez a probléma számomra is úgymond égbe kiáltó, de nem a mi szintünk ezt megoldani. A felvetését fogom továbbítani, és magam is egyetértek vele. Köszönöm. Kizsimon képviselő interpellál. Köszönöm szépen, polgármester úr. Első interpelláción arról szólna, hogy itt a katolikus templommal szemben, ahogy megyünk át fel a Bajcsi utca felé, a kerékpárút mellett van egy átkelő, egy átjáró a csatorna fölött, és ugye a csatorna fölött az áteresz hosszában végig meg van süllyedve ott az a járda. Hát gondolom, hogy egy napos munkával a két emberek is shoulderral ki tudná igazítani, felszednénk azt a térbortlatot, és akkor kiigazítaná, eléggé baleset veszélyes, főleg az idős nénik bácsiknak a számára. Ezt szeretném, ha ebben valami előremozdulás történne. A következő pedig már ugye többször jeleztük a mai napon is a csőtöréseket. Hát ugye Peti telepen jellemző, hogy ott elég sok csőtörés van, és van olyan összekötő óta, ahol minden évben lehet, hogy egyszer vagy kétszer is. És azt szeretném kérni, hogy mivel nagy valószínűséggel a kamionok okozzák ezeket a csőtöréseket, ami újra meg újra előjön bizonyos helyeken, hogyha felülvizsgálnánk ott a kamion forgalmat, nyilván most a termények kivitele, hodavitele, egyenvitele okozza ezt a nagyobb mozgást, hogyha felülvizsgálnánk a kamionoknak a útvonal szabályozását, hogy csak olyan utakon közlekedjenek, ami ezeket a nagy súlyú eszközöket elbírják. A harmadik pedig, elnézést, a Hacs kulcsprojektünkkel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Ugye erre már nagyon régen megkaptuk az összeget, közel 60 millió forintot, és szeretnék egy részletes tájékoztatást kapni írásban, hogy a művelődési ház felújítása vagy korszerűsítésének ügye hol tart. Köszönöm szépen, ennyi. Írásban fogom mind a három hétre reagálni. Egyébként Hacs kapcsán a héten is volt egyeztetés, illetve tiszta képet fogok látni a, ha nem minősítsem a korábbi döntés, hogy 1-2-3 milliós számtalan kis projekt volt, ennek egy része megvalósíthatatlan, annak az egyeztetése folyik, hogy melyek lesznek azok, amelyek megvalósíthatók, vagy megvalósíthatók, és amelyek ellen a MÁG szabálytalansági eljárást indít. Ezek napi szinten vannak, és hamarosan is tájékoztatást fogok róla kapni, természetesen semmi akadálya, mert a úgymond visszaulló pénzeket igyekszünk a kulcsprojekt forrás szükségletébe illeszteni, tehát ez most ezen napi szinten dolgoznak kollégáink, illetve az illetékesek. Írásban fog tájékoztatni róla. Köszönöm. Varga képviselő úr szintén írásban fog választ kapni. A következő időszakban szerzett információimról, úgyhogy röviden ennyi, és akkor közérdekű bejelentést kívánja valaki tenni. Parancsoljanak, tisztelt képviselő társadalom. Matkóni doktorantus Bernadett képviselő asszony parancsolján. Köszönöm a szót, polgármester úr. Közösségformálásod látom, hogy központi téma a mai gyűlésen, és minden képviselőtársamnak igénye van rá, viszont egy egyesületet kiemelnék, aki már fizikailag is teljesít, ez pedig a labdarúgó egyesület, aki az Északi Soron a játszótér környékét rendetette, illetve a füvet levágtak, és mintát mutat az egyesületi tagoknak, kisgyermekeknek, hogy önkéntes munkával környezetükre igényes munkát végezzenek, és ebben köszönetemet szeretném kifejezni. Köszönöm szépen, egyedétek a felvetésre, tudok róla természetesen, meg is köszöntem nekik, de én ennyire nem vagyok elégedett, mert a kerítés környékét meg azt mondták, hogy ezt is meg tudnánk csinálni, de még nem történt, ma reggel jártam arra, úgyhogy van még ott tennivaló, de maga a felvetése maximális egyetértek, és van még tennivaló, de és engedje meg képviselőasszony, hogy kiegészítsem, nem kevés más helyi civil szervezet is hasznos és előnyös tevékenységet folytat, azért tartunk ott, ahol tartunk, de sajnos sokat tennivaló még. Örülök, hogy kiemelte a labdarúgókat, ott a fiatalok, a gyerekeket, szerintem azért mondhatjuk, hogy jelentős számban más civil szervezetek is pozitív példát tudnak mutatni. Ezzel együtt egyetértek a feltétel, és köszönöm szépen. Kizsimon képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Hát én nem örömteli dologgal tudok beszámolni. Tehát az elmúlt három hónapban, már most ugye a harmadik hónapban egy újabb értékes szakembertől kell megválnunk, és ez az ember is ugye a pályázatok körül forgott, és abban segített a városon munkáját. Hosszú ideig volt itt
Miskolcon a hivatalban, nagyon komoly szakmai tapasztalatot szerzett itt nálunk. Hát irodavezető azt, hogy nem tudom irigyelni most ebben a helyzetben, hogy egy nagyon jó szakembertől kell megválnia. Boros Istvánról van szó, akit amúgy meg mint futballista is részt vesz azokban a tevékenységben az Egyesület körül, ami jelentősen ott változtatja vagy alakítja a helyi közösségnek az életét. Én neki ez nagyon egészséges, jó munkát kívánok a jövőben, bízom benne, hogy megtalálja a számításait. Köszönöm szépen, csak ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Nem látok további közértékű bejelentést. Ezzel az első napjának lezárása került. Javaslom, hogy legyen 10 perc szünetünk, aztán folytassuk munkánkat. Folytattam azt a beszélgetést, amit reggel nem tudtam. A képviselőt már rögtön tájékoztattam is róla, úgyhogy rajta vannak a kivitelezők, illetve a beruházók az ügyön. Reményem szerint napokon belül lesz változás, de majd amikor készen látom, én is akkor fogom tényként tájékoztatásként közölni. No, tisztelt képviselőtársaim, akkor folytassuk megkezdett testületi ülésünket, és soron következik. Ugye a kettest levettük, 3 áll napirendi pontunk. Beszámoló a Püspökvárosi Egészségügyi Szolgáltató Non-Profit Kft. 2021. működéséről. A beszámolót jelen voltam magam is tárgyalta a Szociális Egészségügyi Bizottságunk. Bizottság ezzel azt mondja, kérem, ismertesse bizottság álláspontját a beszámolóról. Köszönöm szépen. A bizottság kérdésekkel, véleményekkel a bizottság ugye az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Jól emlékszem, egyhangú bizottsági szavazásra. Köszönöm szépen. Szintén tárgyalt a pénzügyi bizottság. Korga Zoltán Nikolát kérem ismertesse bizottság álláspontját. Köszönöm szót, polgármester úr. Bizottságunk is megtárgyalta a kérdésekre. Választ kaptunk a Kft. Gazdálkodása a nehézségek ellenére is eredményes volt. A bizottság egyhangú támogatta. Köszönöm szépen. Tehát két bizottságunk tárgyalta is, és mindkettő elfogadása javasolja. Köszöntöm körünkben dr. Komonoszi Károly ügyvezető igazgató urat. Igazgató úr, a beszámolódat kíván szóban kiegészíteni. Igen. Megadom a szót igazgató úrnak, kiegészítő gondolatok megtételére. Köszönöm. Én csak szeretném megköszönni az Egészségügyi Kft.-nek minden egyes dolgozójának az áldozatos és magas szakmai színvonalú munkáját. Nélkülük nem lett volna lehetséges az, hogy több mint 4 millió forintos nyereséggel zárjuk az elmúlt évet, ami igen nehéz volt, hiszen Covid is volt benne, rezsijárobbanás is volt benne, de azt hiszem, hogy egy olyan csapat élén állhatok, akik nagyon jól tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményeket. Ezúton is szeretném megköszönni a Kft. Minden egyes dolgozójának a magas színvonalú és áldozatos munkáját. Köszönöm szépen kérdező gondolatait. Tehát bizottságok véleményezték, képviselőtársaimat fordulnak. Kívánok kérdezni a beszámoló kapcsán. Igazgató rá rendelkezésre illetni magunk is. Bosz László, a polgármester úr, kérdez parancsolja. Köszönöm a szó, polgármester úr. Nem rendhagyó módon, ugyan a 2022-i működésről kaptunk egy beszámolót, viszont én aktualitást szeretnék kérdezni, főleg a védőnői szolgálattal kapcsolatban. Ugye az egészségügyi törvény módosításával kezdetét vette az egészségügyi alapellátásnak egy átszervezése, és 2023. július 1-től, ha jól tudom, a védőnői szolgálat átkerül állami kezelésbe, vagyis a vármegyei irányító intézményhez. Itt a kérdésem az lenne, hogy ez mit takar, hogy egyértelműen kórházokhoz fognak kerülni munkáltatás szempontjából, vagy pedig vármegyei alapellátást ellátó szolgáltatók intézetekhez is esetleg. Mit tud erről igazgató úr? Illetve ahogy átveszi ezt a védőnői szolgáltat az állam, az ingó és ingatlan vagyont is érintheti, vagy érinti is, mit tud igazgató úr? Ez lenne az első körös kérdésem.
Köszönöm szépen a kérdést, azt kérném képviselőtársaimtól, hogy lehet, hogy szerint a beszámolót tartom már foglalkozunk, bár jelezte a kormányzatról, hogy ez napi aktualitású történet. Úgy emlékszem, hogy a egészségügyi bizottság ülésén ez a kérdés elhangzott, és ott reagált rá pénzügyén is, bocsánat, lehet, hogy ott is, de én ott azért nem teljes egészen voltam jelen, hanem egészségügyi ott voltam. Akkor az a kérdésem, igazat úr, legyen kedves röviden erre reagálni, és utána térjünk vissza a konkrét beszámoló tartalmához, parancsolj. Teljes bizonyossággal nem tudok nyilatkozni, de a jelenlegi információink szerint a területi védőnő, tehát 6 darab védőnő állami fenntartású intézményhez fog kerülni, tehát július 1-től. Nekünk át kell adnunk az ő munkájukhoz szükséges ingó és ingatlan eszközöket. És ez a bizottsági ülés utáni információ már érdekvédelmi szervezetünk úgy tájékoztatott, hogy ezeket az ingó és ingatlan dolgokat térítésmentesen fogják használni a területi védőnők. Tehát 2 iskola védőnő marad nálunk, és 6 területi védőnő pedig az állami fenntartású intézménybe fog kerülni. Hogy pontosan ez az intézmény ez hova fog becsatlakozni, arról nekem egyelőre még nincs információm. Amiket a védőnők használnak, eszközöket, számítógépeket, azokat mi, természetesen mi mind átadjuk az új tulajdonos felé, illetve most a legújabb információ szerint a helyiségeket is térítésmentesen fogják használni. Köszönöm szépen. Kérdésekre van további lehetőség, azért az a feltétel lehetőség. Matkóné, dr. Antus Bernard képviselőszünk, kérdez parancsolni. Köszönöm a szót, polgármester úr. A 22-es beszámolóban láthatóak a különböző szakrendeléseknek az óraszáma. Ez 23-ban egy-két rendelés, illetve egy pár rendelés tekintetében igen lecsökkent. Hogy látjátok, igazgató úr, hogy a 23-as év az az intézmény szempontjából mennyire tartható fent a későbbiekben finanszírozás szempontjából? Igazatul a parancsolni válaszadásra. Köszönöm szépen. Finanszírozás szempontjából úgy gondolom, hogy hasonlóan egy szerény nyereséggel tudjuk majd zárni a 23-as évet, illetve megpróbáljuk majd kihasználni azokat a lehetőségeket, amit az nyújt, hogy most már bizonyosan a Debreceni Egyetem legalábbis részben gazdálkodni. Pontosan ez a úgynevezett saláta törvényben jelent meg ez a szabályozás, ennek a részletei sincsenek még letisztázva. Én azt tudom ígérni, hogy megpróbáljuk majd az egyetemmel fennálló jó kapcsolatunkat kamatoztatni az irányban, hogy növelni tudjuk esetleg a labornak a kapacitását, illetve hogyha valamilyen szakemberből esetleg hiányunk van, akkor remélhetőleg az egyetemmel való együttműködésen esetleg könnyebben be tudjuk majd ezeket az állásokat tölteni. Úgyhogy én reménykedve nézek úgymond a jövő elé, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből az új szituációból is. Köszönöm szépen. Kérdés-válasz. Rendszeresen hozottál egy igazatóra folyamban lévő ügyekről, és mindig optimista. Látom most is a 23. verseny optimista. Örülök ennek, és látjuk a folyamatos optimizmusának az eredményét a beszámoló, 22. beszámolóban is. Úgyhogy bízunk benne, hogy a következőkben is hasonlóképpen sikerül a nehézségen úrra lenni. További kérdés, Balázs Sándor képviselő kérdez parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én a felől érdeklődnék, hogy mint tudjuk, hogy az egészség megőrzésre nagyobb hangsúlyt kellett országosan fektetnünk, így tettük mi is, és ez egy pályázat keretein belül került megvalósításra. Most ez a pályázat ki fog futni az idén. Hogy látja igazgató úr, hogy tudjuk tovább működtetni ezt segítség nélkül, vagy keresünk valami forrást arra, hogy ezt tovább működhessen felettük? Igazgató úr, parancsolja a szakása. Köszönöm. Való igaz, az EFI iroda, az egészségfejlesztési irodánk az június 30-ával a pályázati időszakának, a fenntartási időszaknak is a végéhez ér.
Én azt tudom elmondani, hogy a környező településeken működő elfirodák, mondjuk elsősorban Hajdúböszörményt tudom mondani, akik már olyan szempontból előrébb járnak nálunk, hogy ők hamarabb csatlakoztak be a programba. Ők a tavalyi évre is megkapták ugyanazt a finanszírozást, amit a pályázatban a résztvevő irodák megkaptak, úgyhogy bár konkrét írásos ígéret erre nincsen, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy azok az EFI irodák is megkapják ugyanazt az állami támogatást, akik már kívül esnek a pályázatnak az idő keretén, úgyhogy mi is szeretnénk tovább működtetni az egészségfejlesztési irodát, és bízunk abban, hogy ahogyan az eddigi években minden más EFI irodai megkapta, ugye mi EFI irodánk is meg fogja kapni ezt a támogatást. Köszönöm a kérdés-választ. Tisztelt képviselőtársaim, kívánnak-e további kérdéseket megfogalmazni? Nem látok ilyen kezdeményezést. Kívánják-e véleményezni, illetve javaslattal látni a beszámolót parancsának? Borsos László alpolgármester úr véleményeztessék. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Látható, hogy a 2022 évi egészségügyi szolgáltató Nonprofit Kft. Végezte a dolgát, jól végezte, pénzügyileg is pozitívan zárta, és amire ugyan aktuális kérdésem merült a védőnői szolgálattal kapcsolatban, azt azért tettem, mert érint sok mindenkit, nyilván a város lakosságát is, meg az alkalmazottakat is, kitér rá az anyag is, illetve az iskolai védőnőkre is vonatkozóan azért van egy információ, hogy 2024. január 1-től ők is állami, esetleg bármegyei irányítás alá fognak kerülni. Az EFI irodáról is szólt Balázs képviselő kérdésével kapcsolatban. Utal az anyag az együttműködésre is. Egyébként ez nyitott kapu, ugyanis a Debreceni Regionális Együttműködési Tanács gyakorlatilag előző hét pénteken egy szociális és egészségügyi munkacsoportot hozott létre. Megalakult, amelynek Püspök Ladány is tagja, és az egyik témája pont ez volt, hogy az egészségfejlesztési irodák szorosabb együttműködését fogja kezdeményezni. Ez Debrecen irányításával fog történni, tehát reméljük, hogy mind a finanszírozás biztosítva lesz, és a továbbiakban is jó, ugyanígy, mint most üzemelhet tovább, mert szükség van rá, és együttműködve más partnerekkel, ahogy igazgató is utalt rá a későbbiekben, és az egészség megőrzése preventív célt a későbbiekben is el fogja látni. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Varga Zoltán elnök úr véleményeztessék. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottsági ülésen is elmondtuk és beszéltünk erről, hogy sokszor negatív kritika hangzik el az orvosi ellátással kapcsolatban olyan tekintetben, hogy kicsik az óraszámok, kevés az orvos, vagy nem úgy vannak rendelések, de azért azt látni kell, hogy amögött, hogy egyáltalán ezeket a szakorvosokat ide tudjuk hozni, és még ha kisebb óraszámban is, de itt tudnak lenni, és itt tudnak helyben szakrendelni, azért ebben a Kft. Vezetésnek és igazgatónak rendkívül nagy munkája van. Nálunk sokkal sikeresebb történelmi fejlődési városok sem tudják ezt a problémát megoldani, vagy még így sem tudják kezelni. Úgyhogy annak ellenére, hogy lehetne jobb, igen, lehetne jobb, de szerintem a lehetőségekhez és a körülményekhez képest 100%-on túl van teljesítve az a, tehát olyan szinten nehéz orvosokat találni, hogy igenis el kell ismerni, hogy ez a munka, hogy jelen pillanatban ilyen ellátás van, ez is óriási teljesítmény. Szeretném megköszönni igazgatónak és a Kft. Valamennyi dolgozójának, szakorvosának, ápolóinak a munkáját. Elfogadásra javaslom is. Köszönöm szépen, akkor elismerő gondolatait. Balázs Sándor képviselő úr, véleményhez parancsolja. Polgármester úr, mint tudjuk, a tavalyi év sem volt egyszerű, és ez nem volt egyszerű a gyógyászatban sem.
Én azt gondolom, ha ilyen ütemben és ilyen gyorsan változnak akár a finanszírozások, vagy akár a kötelező rendelési időknek az esetei, illetve azoknak a kitöltésének az óraszámai, én úgy gondolom, hogy egy komoly munka van amögött, hogy ezt a tavalyi évet ilyen eredménnyel zárhattuk le. Én ezt szeretném megköszönni Komorócz Károly igazgató úrnak, hogy ebbe ő ezt a szerepet teljes mértékben is jól sikerült ellássa, illetve a velük együtt dolgozóknak is meg szeretném köszönni a munkájukat, és természetesen elfogadásra fogom javasolni, vagyis el fogom fogadni. Köszönöm szépen képviselő úr szintén ismerő szavait. Várható-e további vélemény, tisztelt képviselőtársaim? Nem látok ilyet, engedjék meg, hogy röviden magam is véleményt mondjak. Figyelme kísértem a bizottsági ülések részletes tárgyalásait, és ott is elismerő szavakat hallottam. Képviselőtársaim, elismerő véleményéhez csatlakozom, mert én is így gondolom, hogy talán legalább olyan szinten, mint a bizottság, vagy még egy nagyobb gyakorisággal nyomon követem a KFT működését, rendszeres egyeztetések alkalmával hallok a problémákról, illetve ezek megoldása kapcsán, tehát erőfeszítésekről. Én gondolom, hogy igazatól nagyon-nagyon nagy empátiával és nagyon nagy hozzáértéssel kezel a dolgot. Látjuk nem csak szakmai eredményesség, hanem pénzi eredményesség mellett is. Én gondolom, hogy testvérnővel meg kell köszönjünk igazatól szakszerű és eredményes munkáját, illetve természetesen valamennyi munkatárs, valami dolgozói munkáját is, akit az előbben el is köszöntött, egy köszöntő munkájukat, szerintem csatlakozni kell hozzá, mert ez az eredmény minden nehézség közepette és nehézség van bőven, csak úgy érhet el, hogyha ilyen szintű egyrészt az irányítás, másrészt pedig a munkatársak közötti együtt gondolkodás, illetve összefogás és magas színvonalú szakmai feladat ellátás. Bizottsági ülésen írt megállapításokból egy-kettőt még hadd emeljek ki. Halmozott nehézségek ellenére eredményes munkát végeztek, jó kezekben van az intézmény, jó az a konstrukció, amely ellátja ilyen körülmények között a feladatait, a szakrendelők minimális felszereltsége megvan, a önkormányzat igyekszik ebben elejéhez mérten, vagy azon túl is időnként további lépéseket tenni. Én nem kívánom ragozni a dolgot, 33 oldalas beszámolót kaptunk, gondolom, hogy nem csak a bizottság, hanem a képviselőtestület tagja is teljes körül betekintést kaptak a KFT munkájába, kapcsolódik hozzá a egyszerűsített éves mérlegbeszámoló, illetve annak a eredménykutatása, csatolták hozzá a független könyvvizsgáló jelentést, illetve a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét. Gondolom, hogy mindezeket tekintve egy reális képet kaphattunk a elmúlt év munkájáról, magas színvonalú eredményes munkájáról. Én is köszönöm mindenkinek a segítő közreműködési részvételt ebben az eredményes folyamatban. Minden nehézség ellenére is javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót a köszönetünk kifejezése mellett. Szavazási helyzet van. Kérem ki a megfelelő gomb lenyomással nyilvánítson véleményt. Eredmény 11 igen, nem is tartozás nélkül. Köszönjük munkátokat, további eredményes feladatellátást és hasonló szívvel a munkát kérünk, várunk és köszönjük szépen eddigieket. Jó. Soron következik 3B-vel jelölt napirendi pontunk előteresztés feladatállási szerződés módosításáról. Előteresztés kiküldése került, Szociális Egészségbizottság tárgyalta. Kérem elnök asszonyt ismertesse a bizottság álláspontját. Szintén egyhangú szavazással a bizottság támogatta a feladatellátási szerződés módosítását. Köszönöm szépen. Igen, de a bizottság megtárgyalta, tekintette és támogatásáról biztosította ezt a módosítást. Képviselőtársaimért fordulok, kívánnak egy kérdezni. Balázs Sándor képviselő kérdez, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr.
Én azzal nem vagyok tisztában ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy ön igazgató úr fogott rendelni az új Rákóczi utca 38 szám alatt, vagy pedig édesapja fogja ott ellátni ezt a tevékenységet, vagy ketten látják el a körzet tevékenységét. Tehát én ennyi nem tisztítom az előterjesztésbe, én ezt szeretném tisztán látni. Levelem a szót, parancsoligazgató úr, reagálni a felkérdésre. A Szekmet Kft. Látja a tevékenységet, és ő köti a szerződést, és öt orvosnak van jogosultsága a Szekmet Kft.-ben ezt a feladatot ellátni, közte nekem is, édesapámnak is, Antos doktornőnek, egy debreceni doktor úrnak, illetve Tőkés Lemente doktor úrnak. Tehát ez az öt orvos fogja ellátni ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen, Kis Zsimon képviselő kérdez parancsán. Köszönöm szépen, polgármester úr. Igazgatótól kérdezném, hogy van-e már elképzelés arról, hogy mi lesz a felszabaduló rendelői közöttetnek az orvosi rendelőjével? Igazgató úr? Mindenképpen szeretnénk hasznosítani a felszabaduló rendelőt. Egyelőre konkrét elképzelés nincsen, hiszen még nem is szabadult föl a rendelő, de úgy gondolom, hogy tudunk neki olyan értelmes funkciót találni, tehát nem fog üresen állni a rendelő. Akár egy másik szakrendelést tudunk majd benne üzemeltetni. Tehát keresik ennek hatosítása lehetőség. Keresik, hát egyenlőre ürüljön meg, és utána tudunk gondolkozni. Illetve hát most olyan sok változás történik az egészségügyben, illetve a rendelésekben, hogy ezt még így előre nem láthatjuk, hogy ez jövő össze, és hogy össze még milyen kihívások elé fogunk nézni. Érthető. Köszönöm szépen. Nem látok további kérdezési szándékot. Kívánja valaki véleményezni az előterjesztés és hozzá kapcsolatot előtt javaslatot, illetve egyéb tartalmakat? Rászni Fekete Ilonának azt, hogy véleményez parancsolni. Köszönöm szépen, csak néhány gondolatot szeretnénk mondani. Ugye itt arról van szó ebben az anyagban, hogy a 4-es számú házi orvosi körzet, ami jelenleg a főépületben van, ez átkerül augusztus 1-től a Rákóczi utca 38 szám alatti új épületrészben. Én bizottsági ülésen is megkérdeztem igazgató urat, és gyakorlatilag tudtam is a kérdésemben a választ, de megerősítettem, hogy az szól emellett a változás mellett legfőképpen, hogy egy új, korszerű, na jól felszerelt és egy megújult, igencsak mai kornak megfelelő rendelő fogja várni a ő körzetének a betegeit. Ezt csak azért szerettem volna elmondani és megerősíteni, mert ez jelentős számú lakosságot érint, akiket nyilvánvalóan majd a körzetnek az orvosa és a Kft. Fog tájékoztatni arról, hogy milyen változás következik be. A változás az sokaknak problémát okoz, reméljük, hogy így, hogy egy modern környezetbe fog kerülni. Nem fog olyan nehezen, vagy nem fog olyan problémát okozni közlekedésileg és minden más módon a betegek elérik, és jó helyen lesz a Rákóczi 38-ban. Ezekkel a kérdések és válaszok után a bizottság egyhangulag elfogadta, és ezt szeretném volna csak közölni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát tulajdonképpen a feladatás helyszíne fog változni, egy új, modern, egy nagyobb alapterületű helyen kerül a feladat ellátása későbbiekben. Ha jól értelmeztem, tulajdonképpen itt erről szól a kezdeményezés. Balázs Sándor képviselő úr, véleményes parancsolat. Polgármester úr, én is örülök annak, hogy egy modernebb, sokkal jobb körülményeket biztosító rendelő alakult ki ott, és ott fogja ellátni ezek után a 4-es számú körzetnek a feladatait, doktor úr. Én igazából csak azt szeretném, hogy a Kft.-be töltött, tehát a központi épületbe töltött idejének ne menjen a rovására, tehát nem tudom, hogy mennyire fogja tudni onnan átlátni időben, térben ezeket a dolgokat. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez nem egy rossz megoldás a jövőre való tekintettel, illetve én arra hívnám fel a testületünk figyelmét, hogy azon a szakaszon jelen pillanatban nincs busz megálló, és nem tudom, doktor úrnak milyen térségből jönnek az ügyfelei, de elgondolkodni kellene azon, hogy nem kellene egy busz megállót létesíteni valahol az orvosi rendelő közelébe, mert az idősek közlekedését az nagy mértékben könnyítené. De ez a mi problémám, mert ezen nekünk kell dolgozni, nem doktor úrnak, de én javaslatot tennék, hogy ezen is gondolkozzunk el, hogy egy megálló. Hol? Száz méter. A fent a rendőrségnél.
Hát jó. Jó, köszönöm jó, szépen a felvetés, hogy tényleg el. Jó, fogjuk mérlegelni. Bizottságülésén is elhangzott az a bizonyos felvetés, hogy igazat volt egyrészt százalosként, másrészt pedig Kft. Ügyvezetőként lát el feladatot. Eddig sem mosult össze a két dolog, sem időben, sem térben, és ha jól emlékszem, az volt a válasz, hogy azután is meg lesz a lehetőség ezen feladatkörök teljes körű ellátására, anélkül, hogy ezek összemosódnának. Képviselővel felvetéssel jött, de igazatul megadom a válaszolás lehetőségét, hogy ebben kifejezze álláspontot parancsolni. Így van, ahogy polgármester úr is mondta, illetve még azzal egészíteném ki, hogy a négyes számú körzet az pont a Rákóczi út és környéke. Tehát a Darányi telep, Rákóczi utca, ezek tartoznak hozzám, illetve az Rinyi utca egy része, tehát ilyen szempontból nagyon, nagyon jó helyen van, még jobb helyen is van ez a rendelő, mint a rendelő intézetben lévő. Igazából én is, mikor mérlegeltem ezt a változtatást, én bennem is ugyanúgy felmerültek ezek a kérdések, és igazából én is azt tudtam magamnak, azt a választ tudtam, hogy közelebb tudom vinni az ellátást a betegekhez. Most már nincs olyan, mint a régi időkben volt, hogy a rendelőintézeten belül tudtuk a pácienseket küldözgetni, hiszen most már mindenhova időpontot kell kérni, tehát ilyen szempontból a betegeket nem éri majd hátrány, hogy esetleg a szakellátást nem tudják úgy részt venni, viszont közelebb tudom vinni az ellátást, illetve plusz egy helyiséggel, eddig egy helyiségben tudtam rendelni, és itt meg két helyiség áll rendelkezésre, tehát az ellátás minőségében is tudunk javítani. Persze a külcsíny is számít valamennyit, tehát ez tényleg egy szebb, modernebb, újabb rendelő lesz. Bár én úgy gondolom, hogy a mostani rendelőm is megfelel a célnak, de természetesen mindenem lehet javítani. És hát azon leszünk, hogyha a képviselőtestület támogatja ezt a dolgot, hogy a lakosságot természetesen informáljuk. Maga az átmenet az a szabadságolási időben történne, és akkor lesz egy hónapunk arra, hogy ezt megszervezzük, ezt az átmenetet, illetve mindenkit informáljunk erről. Természetesen eddig még nem tettünk semmilyen ilyen lépést, hiszen meg kell várnunk azt, hogy milyen döntés születik. Köszönöm szépen, remélem, hogy a kérdés nem kérdés, milyen döntés születik, az elmondottak alapján, de formálisan nyilván most fog döntést hozni a képviselőtestületünk. Én gondolom a vélemények elhangzottak, nem látok további kezdeményezést. Aki a előterjesztéshez kapcsolt határozati javaslat tartalmát, illetve a csatolt melléklet tartalmát véleményezni kívánja, a megfelelő gomb lenyomással most tegye meg. Kérdés, nem kérdés, válasz. 11 igen, nem is tartózkodás nélkül a döntés megszületett, úgyhogy a új helyszínen megfelelő környezetben fogja ellátni a Kft., illetve ezenből doktorul a feladatait. Sok sikert, jó egészséget kívánunk és eredményes munkát a új helyszínen. És nyilván a tájékoztatási éveket meg doktorul most már megkezdheti. Köszönöm szépen. Döntés megszületett, soron következik. 3 C-vel jelölt napirendi pontunk. Előterjesztés meghibásolt közreállítási lámpatestek javításáról. Korábban képviselő interpelláció hangzott el, hogy egy bizonyos szakaszon jelentős számú a világítótest meghibásodás. Igen, tudunk róla, értesültünk róla, ezzel kapcsolatban készült az előterjesztés. Az előterjesztés tartalmát 2 szakmai bizottság is tárgyalta. A Városfejlesztési Közvetlenül Gazdasági Bizottság elnökét, Horváth Ádámot kérem, ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztési tartalmát tartalmáról, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság az A verzió elfogadását javasolja a képviselőtestületnek, és tekintettel arra, mert még ugye az év derekán járunk, és mivel merülhetnek fel a tervezett kiadások, eléggé változó most a gazdasági környezet, szerintünk szorítkozza most az önkormányzat a minimális beavatkozáson.
Értem, köszönöm. Szintén tárgyalt pénzügyi ügyrendi bizottság elnökről kérem ismertes álláspontjukat. Köszönöm a szót, igen, polgármester úr, közösen tárgyaltuk a Városfejlesztési Bizottsággal. Igen, mi is azon az álláspontunk voltunk, hogy biztosítani kell a közvilágítást, de jelen pillanatban költségvetésünkben erre látunk forrást, amennyiben a fejlesztést már döntünk, azt majd a jövő évi költségvetés tervezésének kell számításba venni. Az A verziót támogatta a bizottság. Jó, köszönöm szépen. Tehát mind két bizottság az A verziót javasolja a képviselőtestületünk számára elfogadása. Tisztelt képviselőtársaim, kívánnak-e kérdezni a magyar kapcsán? Balázs Sándor képviselő úr kérdez, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem tudtam részt venni ezen az ülésen, és bennem ebben az anyagban is van egy kérdés. Ugyanis, hogyha megnézzük az ABC variánsokat, akkor azt láthatjuk, hogy az A variáns az nettó 800 ezer forintba jelöli meg a jelenleg nem működő lámpatesteknek a cseréjét. A B verzió, ami az összes lámpatest cseréjére utal, az 1 millió 600 ezer, tehát pont a duplája. Tehát én feltételezem, hogy most pont fele van kiégve az égősorna, de akkor se értem a történetet, mert ugyanis, ha oda kimegy egy darusautó, a darusautónak nyilvánvalóan annak van egy véleti díja, meg ilyenek, tehát annak csökkenve kellene megjelenni, még ha fele-fele arányba is van. Tehát én igazából ezt nem értem, hogy miért pont a duplája, amikor ott költség hatékonyság szempontjából csökkenni kellett volna akár a daru véleti díjával, akár a dolgozóknak az idejének a díjával kapcsolatban, amit ott töltenek. Tehát én erre szeretnék valami választ kapni, ez hogyan történt, hogy pont így feleződött. Köszönöm a kérdést. Dr. Nyéki Katona Hedvig irodőrösszegnek adom meg szabályozásra. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tehát árajánlatot kértünk a kivitelezőtől, aki elmondta, hogy ahhoz, hogy megállapítsa egyáltalán, hogy milyen beavatkozás szükséges, hogy a lámpatestet is, vagy csak az égőt kell cserélni, ehhez neki fel kell menni darus autóval, meg kell nézni, hogy milyen munka szükséges, és pontos árajánlatot aztán fog tudni adni. A pénzügyi irodával való egyeztetés alapján azt a javaslatot fogadtuk meg, hogy keretösszeget állapítson meg a képviselőtestület, és amikor tehát a eldönti a testület, hogy melyik választ támogatja, vagy melyik megoldást támogatja, akkor megrendeljük a munkát, és akkor konkrétan akkor fog majd az ár képződni, mikor látjuk, hogy mennyi munkát kell elvégeztetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, további kérdés van az Alatnek Balázs képviselőben, parancsoljon. Akkor második körös kérdésben azt szeretném megtudni, hogy ha tételezzük föl, mondjuk egy nagyobb keret összeget állapítunk meg, mondjuk 1 millió 600 ezer forintot és az összes lámpateste, akkor ez valószínűleg ki fogja ezt futni, vagy akkor is csak egy keretszámot hoztunk, és ez a keretszám most vagy elég lesz, vagy nem. Mert ugyanez az igazság akkor a 800 ezer forintnál is, hogy vagy elég lesz, vagy nem. Mert hogyha nem csak égőcsere van, hanem testek cseréje is, akkor a 800 ezer forint is kevés lesz. Tehát én igazából én ezt a keret összeget nem tudom így értelmezni, mert én azt gondolom, hogy mivel a lámpatestektől tudni kell, hogy ezeket általában egyszerre cserélték az égőket, ezek egyszerre szoktak kimenni. Tehát most belemegyünk egy 800 ezer forintos költségbe, és lehet, hogy egy hónap múlva ugyanott tartunk, csak éppen mellette lévő lámpatest nem fog világítani. Én inkább lennék azon, hogy egy nagyobb keret összeggel, és akkor, hogyha azon belül olyan árajánlatot kapunk, akkor visszamegyünk az eredeti verzióra, hogy csak a kiment égőket cseréljük, vagy kiment lámpákat javítjuk meg. Én ezt tartanám elfogadhatónak, ha erre van lehetőség. Nem tudom. Köszönöm. Szakmai. Köszönöm, parancsolj. A kivitelezőnek az árajánlata alapján határoztuk itt meg az árat. Semmi akadálya, hogy a testület bármelyik, hogy más döntést hozzon, azt fogjuk végrehajtani, amit a képviselőtestület hoz. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. További kérdés szándékát nem látom. Véleményt javaslat kívánni valaki megfogalmazni. Kizsírom a képviselő úr véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát örülök neki, hogy csak eljutott idáig ez az anyag, amit hónapok óta próbáltam előtérbe helyezni. A nézőkedvéért mondjuk el, hogy a 4-es és a Nádodvari kereszteződési útról van szó, annak a lámpatestjeinek a javításáról. Én szerintem a új települakosság már annak is örül, hogyha minden lámpa égni fog.
és a legegyszerűbb módszerrel próbálom most segíteni ezen az ügyen. Én maximálisan tudom támogatni, és köszönöm, hogy a képviselőtestület is mellé állt ennek a dolognak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok további véleményezési szándékot. Módosítvány én olvasatomban nem hangzott el, két szakmai bizottság az A verzió mellett foglalt állást, úgyhogy ha először az A verziót teszem szavazásra, és látjuk a testet álláspontját a tekintetben. Legyenek kedvesek a határozat A pontja kapcsán véleményt formálni most. Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül, akkor eldőlt, az AVSZ-ió szerinti javítás történjen meg, és bízom benne, hogy ez a szükséges mértékű beavatkozás és eredményt fogja produkálni, tehát a 80 forint terhére került, nettó 80 forint terhére került, hogy kezdődj meg a beavatkozás, mint keret összeg terhére. Köszönöm. Soron következik a módosult 3D napirendi pontunk, amely a Pisztolyai Város település rendezési eszközeinek részbeni módosítással kapcsolatos dolgot tartalmazza. Előterjesztés szakmai indoklást tartalmazott javaslatot. Jól emlékszem, akkor azt kérdeztem, hogy ez úton pontatlan volt, nem írtam fel mindig felére. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalt emlékezetem szerint. Elnök úr bólogat, legyen kedves ismerteni a bizottság álláspontját. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az eljáráson belül ez most egy újítás, egy új előírás, hogy egy ilyen főépítészi feljegyzést csatolni kell. Ennek a főépítész úr eleget tett, és akkor ezt támogatja a bizottság természetesen, hogy ezt a tárgyalási javaslatot elfogadjuk. Jó, köszönöm szépen. Más bizottság nem tárgyalt, ugye? Így emlékeztem, hogy csak a Városfejlesztési Bizottság. Jó. Tehát a szakmai bizottság támogatta a javaslatban foglaltakat. Kíván-e valaki kérdezni az előterjesztés tartalma kapcsán? Nem látok ilyet. Kívánja véleményezni valaki a leírtakat? Nem látok kezdeményezést. Szavazásra bocsátom a javaslat tartalmát. Legyenek kedvesek most megfelelő gomb lenyomásával állást foglalni. Szavazás eredménye 11 igen. Nem és tartózkodás nélkül, tehát egyhangúan határozatra foglaltak, elfogadásra kerültek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenki munkáját, és ezek szerint mennek tovább a fönnbe lévő ügyeink. Köszönöm szépen. Eljutottunk odáig, hogy egy előterjesztés van még döntés előtt, amely zárt ülés keretében kerülhet tárgyalásra. Kérem, hogy képviselőtársaimon kívül, illetve akik a területeszéhez kapcsán érintettek, azokon kívül legyenek kedvesek elhagyni a helyiséget átmeneti időre.